Tosi szeretek betározva, azzal leszek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak, a tudásék szétoposnak. Elég volt most már ebből, a jövő most tehető. A kártypakli feltől, ezt nyomom most fejből. Eltört a végítélet, tudásék, na meg a kísérlet. Átveszik most a koronát, ne jársz tovább az ostromát. Nem érdekel mi a színet, a tiszteletet megfizeted. De mostantól nincs kivétel, engem a kék vér vezérne. Tájátok félre az útból, felkerekedünk a múltból. Borból építünk várat, ez tovább nem várhat. De a TV elfáradt, rád üríti a tárat. Húzzál innen te bánok, veszélyt baszom én már szállat. Ismernek a sitten, ismernek a jardon, ismernek engem minden, kibaszott utca sarkon. Mi vagyunk a tudásék, elég súlyos arcok, a lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van Antinem Héhó, mögötte a sok nénó, egyenesen karátról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból, állomási csavargók, a tudás Anti rákapcsolt. Autival járok, a Tibi meglambóval, elkaparunk benneteket a tetves aras hóval. A zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Szerep, regylélek, regylélet, nem félek. Abból a szarból nem kérek, naponta jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piám, hogy én megkérem, kurva nagyra nőtt már az igényem. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség felem, ide nem élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Tanti lett az én testvérem, ha bajba kerül, megvédem. Hogy belénkeljen, nem kértem, aztán 50 is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék. Neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség felem, ide nem élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímben. Csavasáról csúmislak. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Attól, most itt a kéz. Hello. Megérsítő. Hogy miért nem is letelek? Tudod miért? Egy újabb nap. Mindenki várja az álmomat, megint egy szirén a ráza. Nem igaz, bazd meg, hogy nem lehet aludni sok kis köcsög, főleg a Maugli. Vannak dolgok, amiket most sem értek, a bandák miért meg húsokat mérdek. Nincsenek az utcán rejtélyes alakok, cserébe mindenki árulja a falatot. Étterem mafia, mindenki vágja, kalória háború ennek a zára. Benne vagyok az iparban régóta játszva, mesterfokozatra mentem a csúcsra mászva. A Hős utca nektek, maradjon meg etelő, ugyan ez a stílus, komolyan, mint nyugaton. Kurinak a lányát, meg fogom szerezni, kerek kívánsága volt, nem pedig habisték. Betépek a képbe a bomcsőre töltve, a Hős utca bajnok már rég el van döntve. Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó, ha szívozol neked szopó áraz a dresszkót. Fegyverek, kilóvés a cucca zsebemben, keresnél, megtalálsz az edzőteremben.
rossz akaróink a pokorra mennek, a bosszunktól csicska, az Isten sem ment meg. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban, az erő a véremben és minden soromban. Választatsz, elbújsz, megszoksz, hogy fekszel, jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lap jut, a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet, a nagyobb kutya baszik, ennyi a képlet. Én cukottam önmagamat, a szemeszkülés csomér. Szerintenek megoldani gondjaimat. Jött mebbe támadás lám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, amit én meg megtenni kérde. Itt kell az élet, magadnak kell, hogy felfogd észel. Itt szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, míg a nyújtsz a kézzel. És ha megszerezed, már mehetsz és a fleszel. Mászok meg nosztalgiázol, elviszel. Ezt lépjét túlva helyre viszel. De ideje lépni a végét, teljesen elveszel. Zállamod szöveget egy jó kis flösszel. Akarsz gyere. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudás égkínul vele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak amit csak akarnak. Beindult a biznisz a tudás rekordéve. A sláger gyárnak ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyvert betározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időből, szavasz világ, köszönöm a szépen. Egyezd meg csöves a tudás. A szokásos szubgiftedet, nagyon hálás vagyok, köszönöm. Minden jobbok kijut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudás, hogy kívülnele vannak pénze. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak amit csak akarnak. Beindult a biznisz a tudás rekordéve. A sláger gyárnak ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyverbe tározva, megkészítve a kocsiba, ha betámadnak inket, csak csubisnak előveszünk kiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Igen, upgrade volt. Eljött az este, leszállt az éjjel. Tudás, hogy kívülnele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak amit csak akarnak. Beindult a biznisz a tudás rekordéve. Szia Bohit, Dersem a Saté, Csubika mindenkinek. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy jajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyvert betározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Haribo, köszönöm szépen a szubodat, csubislak, köszi! Ez a city kicsit, lehet
de nem nekem. Milyen mert a városi, nem mint az életem. Nem riadok semmitől, csinálom a pénzem. Nem tudom mit csinálok, én ezt csak érzem. Ez a pici pacsi lehet nagyon sáros. Mondom mindenkinek, mocskos ez a város. Megjöttek videlség, az egészségre káros. Iszogasd a kolládat, ma csak az lesz lájtos. De azt hiszed jó lesz, mindent te terveztél. Találkozott tipzivel, mindent te vesztettél. Szedd össze magadat, kevés vagy a streetre. Behúzott itt a csak mert miért. Vigyázzál nagyon, hogy merre fele sétálsz. Rossz könnyekre tévedsz és már perc. Haribó, köszönöm szépen a következőt. Kemin, köszönöm neked is. Úristen, hány vonat van meg minden. Köszi srácok. Gél, mert a város, amit meg fog szeretni, pedig néhány nap alatt tuti el fog temetni. Sok lesz az öröm, de nem fogsz majd nevetni, a zsekák a cellába be fognak tenni. Gangster akarsz lenni, az utca királya, arra vigyázz, hogy ne kerülj bányába. Az utca szabályai nincsenek leírva, látom a szemed, már tuti ki van sírva. Kipített a rendőr, leszúrtak a pubba, nem engednek be a vetközös klubba. Mit hittél, haver, hogy főnöknek születtél, úgy, hogy a munkaügyig még el sem értél. Drágák a kocsik, nincs kettő fegyverem, ilyen istisen nem lesz a legjobb emberem. Nem kapok mappolást, pedig streamer vagyok, ha nem simogatnak, én mindent itt hagyok. Gamer a város, ami próbára fog tenni, ha igazán tökös vagy, akkor fog itt menni. Nem ez az a hely, ahol becsicskolunk neked, mert lobogtatod az 5000-eset. Ha belépsz a városba, gondold meg, hogy itt eszem, mert a Mutyi Milán kívül itt más tuti nem eszel. Yeah! Úristen, úristen, srácok, szevasztok! Fau, házi, köszönöm! Köszönöm a 11. hónapodat, Haribó 70 bitet! Jézusom, Jézusom! És itt nem is mennek a izék? Dehogy nem, hogy ne menne, van itt minden! Van itt minden! Köszi szépen, srácok, szevasztok, szevasz, Csuti! Brezi, Fau, Csubika, Haribó, még egy 30-assal bebombázott. Köszönöm szépen, Haribó. Köszönöm szépen. Igen, Kevin Starknak is, Milánnak, Haribónak a sokat. Hú, köszi, 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 köszi. Szia, Vájepisék? Remem. Uderék voltál itt? Hát igen, 1 000 000 éve. Bizony, bizony. Én emlékszem, emlékszem még rád valahonnan. Emlékszem. Bombáztatok egy kettes hype-vonatot. Tegnap nem voltam, és most már nem is leszek szerdánként. Bizony, Jósika, aha. De Jósika 2.0. Haribóka 3-as sorozatban van, bebombázta a 3-as sorozatot. Hát mondjuk, de ez azért hagyd némi kivetni valót maga után. Na mindegy, lesz ez majd még 4-es is. Szóval szerdánként nem leszek. Ugyanis indult egy nyelvtanfolyam, ahova most elkezdtünk járni. És ez minden szerdán van, 6-tól 8-ig. Amit a Disten pont stream időben van, ugye? Úgyhogy a szerdák azok úgy néznek ki, hogy kurvára végünk van. Meg a csütörtök is, most is kurvára végem van. A szerda miatt. Úgyhogy szerdán fixem, nem lesz stream most már. Szevasz, Toma. Vagyis nem most már, amúgy ez 10 hétig tart. Tehát 10 hétig szól ez az egész. Még 9 szerdát kell kibírni. Aztán megint vissza minden a régibe. De igazából eddig se volt minden nap stream, most a szerda lesz fixen az, amikor nem lesz, az kész. Úgyhogy ezek a helyzetek vannak. Valamiről akartam még beszélni. Ja igen, a gyűjtés. Elmondjam igazából, mit csinál szerdánként. Na mondjad, Vito, mit csinálok szerdánként? Szevasz, Tomika.
Toma 20-as közvetítés sorozatban van. A kurva életben. Rasírasd már valami. Szavasz Fodox. Igen, ez már a full time. A full time streamerség felé vezető út. Jó, eljön majd az idő, hogy nem mész majd, hanem inkább nyomod. Igen, szavasz Alek. Még kihagyok egy olyan 2-3 napot a héten, és igazi full time streamer leszek. Arra gondoltam, hogy mondjuk hétfőn Józsikával játszanék, péntekenként meg Tibzivel. És 2. szintű hype vonatot értünk el, srácok, köszönöm szépen nektek. Köszi szépen. Úgyhogy lassan full time streamer vagyok. Lesz Tibzi, persze minden pénteken, igen. Igen. Ja igen, visszatérve a gyűjtés. Ugye még mindig áll a projekt. Megbeszéltük, hogy egy GMR-es játékos fogja megkapni a gépet. Egy olyan ember, aki régóta a közösség tagja, és nem tud rendesen játszani. De hogy is, Csutika? Biztos, hogy nem találod ki. De mindegy, szóval... Igen, egy olyan ember kapja majd meg a gépet, szavaz Csenkó, aki a GMR közösség tagja már régóta, és rossz a gépe. Úgyhogy mindenképp azt szeretnénk, hogy jó helyre menjen, és legyen is értelme. Kassi stream. Amúgy képzeld el, mióta, nem is tudom. Az elmúlt 2 hétben legalább 5 Kassi streames e-mail jött. De... Megmondom őszintén, az az összeg, amiért elvállalnám, annyit meg nem adnának. Tehát az, hogy most apró pénzért nem tudom, hogy mondjam. Szóval most itt vagyunk, ahányan vagyunk együtt, ugye? Azért viszonylag kialakult egy közösség. Azért, mert nagyrészt az RP érdekel titeket. Ha nem is feltétlen én, de az RP, amit játszok. Tehát, ha most elkezdenék kaszizni, így van, Error jól mondja, amúgy több nézőt vesztenék, mint nyernék vele. És ez valószínűleg, hogy ez a folyamat ezt tartana egészen addig, amíg kritikussá nem válik a helyzet. Ezért mondom, hogy kaszi streamet csak úgy vállalnék, ha ajánlanának nekem egy fix összeget, amit úgyse fognak ajánlani, olyan összeget, amiért elvállalnám. Sőt, nem is tudom, hogy mennyiért vállalnék el amúgy kaszi streamet. Szerintem fix 1000 euróért mondjuk. 1000 euróért egy hónapba. Szarok én a nyereményre, meg a vesztességre, meg a izére. Eljátszom én, hogy nagy kaszis vagyok. 1000 euróért havonta. Mondjuk ennyi lenne az ára. Hát nem egy milla, mert azért nem teszem magam olyan nagynak. Köszi szépen, Alek. 10 dollárjára mesélek ma egy sztorit. Ma... Hát ugye, mikor jövő hét pénteken lesz fizetés, és egy kicsit megszaladtunk a héten. 1000 euró nem nagy dolog, akkor szerintem elég sok kaszi stream lesz. Hát nem hiszem amúgy. Szóval kicsit megszaladtunk a hónapba így lóvéba. Bejöttek a 1-2 temus rendelés, vettünk sütőt, meg a faszom. És nagyival ma volt az utolsó bevásárlásunk fizetésig, jövő hétig. És ott számoltuk, hogy mit tudunk venni. Persze lehet most itt jönni, hogy nagy külföldi élet, meg minden. A külföldi életben is nagyon könnyű elbaszni a lóvét. Főleg, ha valaki olyan, mint mondjuk én. De... Annyira nem
nem sok pénz, külföldön se az a pénz, amit nem lehetne elbaszni egy átlagos havi bevásárlással, vagy átlagos dolgokkal, értitek biztos, hogy mit mondok. Tehát persze többet keresel, mint Magyarországon, már aki, de itt se keresel akkora nagy pénzeket, hogy most ezt elkölthetetlen lóvé, vagy bármi. Mindegy, az a lényeg, hogy ott számoltuk, itt tudunk még venni, meg hogy mennyi KP van még otthon. Úgyhogy Aleknak ez a 10 dollárja, nagyon fog neki örülni a Nagyi, amikor majd mondom neki, hogy van plusz egy 10-esű. Zsa, RP, ott van pénzed, tesa. Ott sincs, mondjuk. Szóval ez egy nagy tévhitam, úgyhogy külföldön az ember az sose lesznek anyagi problémái. Persze meg lehet csinálni azt is, meg lehet úgy is élni, hogy sose legyen anyagi problémád. De... ha melóba vagyok, megkívánok egy kólát, megveszem, akarok enni egy szendót, megveszem, nem itthon csinálom meg, ott veszem meg. Szóval persze lehet itt, hogy lehetne spórolni meg a faszom. Én nem tudok. Nekem ez sose. Igen, úgy, ahogy mondja Csutika, tehát olyan dolgok ezek, ami nem kéne, hogy luxuscikknek számítsanak amúgy. És tényleg kenyérre fog menni. Köszi szépen a 10 dodódat, TGR. TGR. Tényleg, hogy kell kimondani a nevedet? Én mindig TGR-t mondok. Jól mondom amúgy? TGR, jó van. Köszönöm szépen Alek és TGR nektek. De félre ne értsetek, ez nem megható beszéd lett. Meg nem is adnak készült, hanem biztos feltűnt nektek, hogy kiraktam ezt a hétvégi 12 órás donate gólt. Na most sűrűn nem szoktam kirakni, főleg 12 órásra nem, mert nem szoktam, általában vagyok hétvégén is, de nem szoktam így kirakni, hogy 12 órás. Tehát amikor kint van az, hogy hétvégi 12 órásra megy a donate goal, akkor sejthetitek, hogy ez azért van, mert Murphy-ke megszaladta volna. Kenyér, zsír megvan, már csak hagyma donate kell. Igen, és akkor tudunk csinálni slambucot. Ja nem, akkor tészt a donate is kell. Ausztriában megsütjük az erkélyen a slambucot, megfőzzük. Mit szóltok? De jó van, srácok, nyomjuk az RP-t. Geci mikrofonálvány, bazzeg, kell vennem egyet. Na jó van, ezt most skippeljük. Szia, Petrik! Üdvözöllek, József! Vinnénk át a szerződést a lőfegyverekről, illetve a sokolókról, Mihályomra. Nem tudom. Jó, nagyon jó, persze, itt vagyunk az irodában. Jó, szerintem összekészítjük a papírokat, illetve Mihály úr összekészítés, akkor átvisszük, jó? Szuper, Petlék, köszönöm! Jól van, köszönöm, József, szia. Megyünk! Szia! Mi a helyzet, Bálint? Hát, nincs semmi különös főnök. Mindenben kérdezem, most hozzák a fegyvereinket, meg a sokkollót, igen. Hát, már épp idejében. Már egy ideje mondogatják. Hát, ma eljött az ideje. Nagy nap ez a mai Bálint, mind a kettőnknek. És mikor van a szállítás? Most. Most azonnal? Igen, összepakolnak és jönnek. Elértem. Képzeld, lejött egy SMS-em tegnap. Egy SMS-e? Igen. Meg pedig nem tudod, hogy ki vagyok, és ez jól is van így. Annyit mondod csak, hogy vigyázz, mert lelépsz.
Ha jól játszott ki a kártyáit, talán még szerencse is ütheti a markot Városi József nyomozó. Üdvözlettel, egy üzletember. Hát ez meg honnan lehet? Meg mit akarhat? Milyen kártyákat? Lehet, hogy ellene nyomozunk? Én is arra gondoltam, hogy lehet, hogy a karkalom az. Lehet. Ő szokott ilyen érdekesen beszélni. Mondjuk ő jött ezzel a hülye oroszlános dologgal is. Igen, igen, azért mondom. Lehet, hogy van bármi esélye. Mondjuk így, mondjuk első hallatra, hát leginkább ráillik. Úgyis ki. Mondjuk, miért ne hívhatnám fel? Hát nem tudom. Bár nem hiszem, hogy fel fogja venni. Nem veszi fel. Engem a trombitáj zaklott tegnap óta. Megadom a telefonszámot, megnézed? Persze. 518, kötője 84-es, 42. Hát, már az 518-nál elbukott a téma. Ezért visszanézem a hívás listámat is. 92, az is. 192. Nem, szerintem sosem telefonáltam vele. Mindjárt utána kérdezek. A rendőrségen ezt nem lehet lekérdezni egyébként? Hát szerintem de. Nem, nincs egyáltalán ilyen telefonszámom sehol. Érdekes. Menjünk ki, várjuk a rendőröket. Durant a szub, szavasz Szebix? Hol durant a szub? Nálam nem durant a szub. Nem tudom, lehet késik. Bár nem szokott. Remélem nem támadják meg őket. Azt kéne még gondolom, mert az egészet elvinnék. Ez annyira nem hivatalos szállítás, nem? Majd úgy értem, hogy nem lesz kihirdetve. Sose lehet tudni, Bálint, sose lehet tudni. Köszönöm szépen, Dave, köszi szépen a szubodat. De hiszek neked. És te hallottál valamit valamivel? Hát, tegnap annyira nem. Emlékszik, volt ez a tejbeszállító, akiről sokat annyira nem tudtak. Igen, a Bergenbe. Hát, hát megszereztem a rendszámát. Pont akkor szállított be, mikor ott voltunk. Úgyhogy megvan a rendszáma. Az jó. Az jó. Még elkapjuk, kikérdezzük. Remélem. Felkerült a listánkra a teljes ember. Eká, Bobikám! Nem gondolja, hogy tudsz bármit. Köszönöm szépen! Szebixnek! Most egybe hordnak, tűnik. Persze. Itt minden ember egy átlagos embernek tűnik, Bálint. Ez igaz. Ma aztán valahogy mindig kiderül mindenkiről, hogy egy csöppet sem átlagos. Ez valóban így van. Szevasz, Lacus! Menjünk el dohányba, gyere! Remek.
Hát ez? Ha. Ez hogy kerül ide? Nem tudom. Az árban van? Igen. Hát ki hagyja itt az autóját? Meg hogyan jutott be? Érdekes. Ha szólunk a rendőröknek, ők el tudják mondhatni, nem? Igen, igen, el tudják. De mindenképp kíváncsi vagyok rá, hogy ki ez a kocsi. Na meg hogy jutott be? Azért lefotoltam a rendszámát. József, egy pontos megnevezésre segítsek, emlékszes. Tehát városi nyomozó iroda, ez így három szó külön, vagy a nyomozó iroda az egybe? Városi nyomozó és ügyvédi iroda. Városi nyomozó és ügyvédi iroda, értem. Így van. Jó. Pontos címet is tudsz mondani, hogy a számlára rá tudjuk tenni? Várjál, azon a félreállom. Jó, vezetsz? Akkor miért telefonálsz? Kihangosítom vagyok. Jó, kihangosítom. Ha. Ez az új Hyundai Sonata. Még egyszer? Hyundai Sonatám van, tudod? Van benne kihangosító. Ja, jó. Hát nekem a Porsche-ba nem jutott. Várom. Incense Boulevard 140. Incense Boulevard 140. Köszöntöm! Vissza, Szent Brusz! Ja. Nem tudom, még mindig az autó jár a fejembe. Tényleg, küldd át nekem azt a képet. Rendben. Jó napot kívánok! Jó napot! Viszlát! Viszlátlátásra! Képzeld el, te tudtad, hogy igazából ez egy önkiszolgáló volt, és a csávó az csak biztonsági őr? Valóban? Igen. Érdekes. Pedig akárhányszor itt voltam, mindig tőle kértem a dolgokat. Hát... az lehet, de sose adta oda. Hát mondjuk igaz. Mindig te vetted el, nem? Hát igen, mondjuk mindig megmutatta, hogy hol van. Na látod. Ezt az ügyet is megoldottuk, Bálint. Mit szólsz? Remek csapat vagyunk. Igen. Buszvonalon vagyok? Kiszállnál, megnéznél? Persze. Jó vagyok így? A másik oldalon jobban látszik egy pillanat. Hát még mehetne előre. Picit, menjen még. Oké, még mehet. Oké, még. Még egy picit. Oké, most jó. Most egy picit hátra. Hátra várjál. Nem kell sokat. Egy picit, még egy picit. Most előre. Egy picit, nem, most hátra. Most ott jó. Ott jó lesz.
Köszönöm. Hát nagyon szívesen. Jaj, elmegyünk a rendőrség, nem is akartam beparkolni. Lásd be az ajtót, kösz. Miért menjünk a rendőrségre? Kísérjük a szállítmányt. Elértem. Tényleg nem is mondtam, képzelje főnök, minket tegnap elraboltak. Na, akik? Hát nem tudom, kik voltak, mert... Miért laboltak el? Hát elvittek bankrablásra. Csálljatok meg! Csálljatok meg, feltett kezekkel, szálljatok ki! Előveszem a fegyverem. Jó. Ah. Úristen! Menjünk innen! Mi rendőrséget! Hát már is! Szia, Józsi! Megtámadtak minket, Petlik, egy zöld gabus Mercedes, a rendőrség előtt lőnek ránk! Elindultunk! Itt vagyunk mögöttetek! Azt mondja, elindultak, de hát hova? Mi, hova indultak? Hopp! Nem is azt érezték, hogy itt kell... Most miért lőtte le? Ez nagyon gonosz volt. Ez nagyon gonosz volt. Nem, mert nem tudja, mert itt van. Jó van, József. Hívjuk meg. Szerintem határozottan nincs olyan. Bármit. Jó, hívjuk meg. Ó, hívok egy ment. Húha, ez aztán szép. Na toljon a biciklit, ment. Szálljunk egy émet. Kiszállok én, nem most mi a faszomban? Én kell ennyire kiszállni? Menj belőle! Émen! Jöjjön vissza! Normális maga, bassz meg! Mindjárt elkötöm, hol van egy hol? Normális maga! Már is hívom, mert nyugodjuk meg, nem lesz semmi pont. Jó, hazok egy ilyen társakat. József? Kitesszük a Twitterről, mit műveltek? Mi? Mit mű? Nyugodjon, maga kicsoda? Egyáltalán. A gyémánt, kanalas gyémánt. Úristen, na jöjjön velem! Jöjjön velem! Jöjjön! Neked nem OB-galt, hülye gyerek. Jó. Magyar Dániel 55-65-ös jelvényszámmal fáradjon a karrébb, jó? Jöjjön! Jó, tánkesőn valóban igazán. Király, nem érdekel. Erőszakot alkalmazza? Nem kell. József, a hol fáj? Kösünkbe, vagy várjuk meg a mentők majd? Én az történik? Megvédj! Ennél jobban nem tudok rá fegyvert fogni. Mi van a kollégámmal? Hát ő...
Újra? Vette, 14. Valami gyémán nevezett idióta. Jól láttam a Twitteret. Igen, fegyver. Ennél jobban nem tudok rá fegyvert fogni. Lője magyon. Hogy vagy, Jósi? Hát nem túl jól. Eltaláltak? Nem. Ki, egyedül voltál? Nem, Bálinttal. Hol a Bálint? Ez utolsó emlékeim szerint a kocsiba. Láttál valamit? Azon kívül, hogy rádiózol, vagy betelefonáltad, hogy zöld Brabusz. Ne. Nem. Zseniális. Istenem. Csak úgy elkezdtek rátok lőni, jó? Hát... igen. Rendszámot nem látta? Semmit mi? Nem figyeltem. Valami ok? Valamivel belenyúltatok, amiben benne szerepelt az az autó valamilyen ügyletbe? Nem. Nem tudom. Szállítottatok valamit? Nem, épp hozzátok indultunk, hogy kísérjünk titeket majd. Mutattak a... azért... sokkolókról, vagy ezekről? Tessék? Tudhattak róla? Amit kibitt a rúról fúra, tudom, hogy valamit kaptatok hát, volna. Tőlük nem tudhatott róla senki. Tőlünk se a Vito. Zseniális. Hát ez kurva jó. Hogy ezt a gyémántot elkapom amúgy. De hallod, felposztolja, hallod, hogy fekszik szerencsétlen földön. Hát itt álltam, itt álltunk mellette, potlóztam, mondom, azonnal jöjjön arra. Azt mondja, hogy ő lesz a harja. Bejut a rendőrautóba, a fegyvert fogtam, azt elment. Lője magyar. Mit csinálja vele? Hát jó, persze. Legközelebb az lesz, és már le fogom szavarni. Sárga, de hát az zöld volt. Mondjuk nálad lehet, hogy sárgának nézett ki. Na József, tudsz mozogni, hogyha minden? Megpróbálok, add a kezedet. Rendben, rendezem. Segíts felállni. Jó, az megy. Sikerült. Ha a kollégádat beviszik a kórházba, akkor tudsz vezetni? Hát azért. Nem már. Szerintem igen. Ketten vagy a csapos szolgálatban? Igen. Rendben. A fejét szépen lefejtötte, a fejlévesség sebe szépen lefejtötte, nem szöbbizik egy csíphet. Letölöm szépen egy vattával. A nyomozónak esetleg bármilyen panasza van egyébként? Rokok veleg leszállnak. Igen, le tudtok szállni, légy szép. Oké, és szépen lefejtötte. Oké, és... ilyen esetben meg kell kérdezem, hogy az Ulbiga kapott-e tanúzt? Nem volt mostanában. Az elmúlt 10 évben? Az volt a szerencsém. Sem. Hogy kajalkozóztunk és én lezültem a kocsiból. Kirepültél a kocsiból? Igen. Szerintem csak ezért értem túl. Nem ér rád. Ne szórakozz, mi az, hogy nem ér rád? Nem ér rád. Józsi, azok a biztonsági jövőben akkorák, hogy téged is átél. Jó napot! Én szólok egészségügyi eljártásra. Hát tisztel, mi a baj, mi történt? Kirepültem a kocsiból. Jó, hát akkor üljön már, egy kicsit hadd nézem meg. Meg a kezemet, menjünk le ide. Menjünk fel a járdára, így van az a biztos, mert itt jönnek-mennek, mint a messzes.
Jöjjön le, veszélyességi portlékot kérek a Blankától a helis esetre. Mi történt? Mindig bedarálunk valamit a rotorral, vagy mi. Jó. Hát nézzük. Á, ezt a tetoválást felismerem. Remélem, nincs halag. Jól van, főnök? Ja, nincs. Na megvagyok. Azóta nem öltem meg, engem bevisznek a kórházba, majd beszélünk. Nem, de hogy is. Négyet elástam már. Igen? Ez felér egy beismerő vallomásra? Ez azzal, igen. Hát akkor nem mondtam. Akkor legyen tárgy. Na önnek úgyis fáj a feje, hogy nem fog rá emlékezni. Jó? Lefertőtlen itt, amit az úzópest a homlokán. Hát, látok már szebb napokat is, de a nők néve fog jönni szerintem, tudja, mint valami háborús sérülés. Szeretik a csíkjaimat. Így van. Lefertőtlen egy kis hidrogén peroxid. Mennyi rendőr van? Ez lehet picit csípni. Micsoda? Az egy 76-an vagyunk a szervod, és fullos a rendőrségi állomány. Legalábbis a pipák szerint azért az... A bőrfelületet veszek elő egy jégzselét innen a zsebemből. Az jó. Ezzel finoman bedörsölöm, ez majd hűsíteni fog, és a fájdalmat is csillapítja. Igen. Megösszni egy kicsit fájt, de most azért sokkal jobb. Így van. Szédül és kettős látás hány inger, érzel valamit? Hát kettős látásom mindig van, de más nincs. Lehet, hogy magasabb egy a másom, Doki? Hát elképzelhető, mérjünk egyet, hozzak egy mérőt, meg mérjük. Józsi, el kell menjek bankra, rendezed magad? És a dolgokkal mi van? Hát valószínűleg most mindenki kiment, én vagyok már csak egyedül szabad, nekem is jó, ki kell. Van itt a zsebemben egy ilyen csuklós vérnyomásmérő, ez fölhívlak a csuklódra közbe. Mi? Elindítom. Pikpak, megtudjuk, hogy mi a helyzet vérnyomás ügyileg. Elütötték az urat. De kilepültem a kocsiból. A gerinc az épp volt, ugye? Nincs baj, meg úgyis sétál, de azért igen. Kicsit végighúzom az ujjamat a gerinc mellé. Remélem, hogy semmiben nem tettem kárt. Miért tett volna kárt bármivel? Hát, mert ez olyan, hogy egy kis bolygó becsapodott volna de a földbe. Dehogy olyan, nem mondjam ilyet. Meg is van. Ja, egy csöppet magas ez, 148 per 90 és 89 a pulzus, de ezt betudhatjuk az ijegységnek is, meg a... Nem félek. Itt lent a stressz helyzetnek. Nem arra gondolok, csak maga, ami történt, ugye? Na igen, az miatt mondjuk félek egy kicsit. És ezért ez. Van gyógyszerérzékenység az úr? Igen, van. Na, mire? Ezt szerintem az ibuprofenre. Ibuprofen allergiás lehetnek. Szevasz, Viktor! De ha nem tudja biztosan, akkor majd jöjjön be a kórházba egy vizsgálatra, jó? Egy vérvizsgálatra, és kiterítjük. És ilyenkor mindent megnéznek, vagy hogy derül ki amúgy? Hát csinálunk egy teljes allergia vizsgálatot, így van. Vérből. Jel létezi? Természetesen. Igen. Mik vannak? Hát meg lehet így nézni, ugye nem csak ilyen allergiákat, de akár azt, hogy allergiás-e mondjuk a mélycsípésre, vagy bármilyen rovarcsípésre. Allergiás-e bármilyen étel összetevőre. A és ott írja, hogy mikor vagyok allergiás. Majdnem, igen. Hasonló, igen. Vagy hogy érzékeny, mindent kiír. Mondhatni mindent, igen, meg lehet már nézni. Jó, akkor adok egy fájdalomcsillapítót, adok hozzá egy palack vizet, és ezzel majd be tudja venni szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez majd elég gyorsan hatni fog, és fogja magát érezni. Meg adok egy kis B6-ot is. Ezt is vegye be. B6? B6 vitamin, igen. Az minden jó? Hát jelen esetben ugye mondta, hogy szédül is. Hát, hogy kettős látásom van. Na de az mitől van? Most is kettős látása van? Tehát... Igen. Azt mondjuk, nem tudom, ne vigyük be egy MRI-re az urat. Az mindig van a szemem miatt. Aha. Először látok a szememmel, utána a szemüvegemmel. Az kettő. Ja, értem. Rendben. Értem. Jó. Akkor azért komoly baj nincsen. De. Tegyen már meg kedvemért pár lépést, hogy lássam milyen a koordinációja, jó?
rendben. Bármelyik irányban, amerre szimpatikus, én jövök maga mellett. A vonalon fogok menni, rendben? Jó, szuper, rendben. Hm? Jó lesz, jó lesz. Jó. De ha esetlegesen az elkövetkező 10-12 órában lépne föl erős szédülés, fejfájás, hányinger, akkor mindenképpen bejön és készítünk egy átfogó vizsgálatot. Nem, csak azzal ki szeretném zárni, hogy esetlegesen agyrázkódása van, vagy bármilyen egyéb sérülés. Tudja, hogyha a fejet érte az ütés. Sokat gondolkozom rajta, hogy lehet terhes vagyok. Valóban? Igen, azért ez a has. Hát szerintem ez más inkább, nem? Hát nem tudom, az összes terhesnő ugyanúgy néz ki, mint én. De ebben van valami. És ők is esznek egész nap. Hát kettő helyett, az biztos. Ja, erre no, gondolom hát is, akkor... hogy lehet, hogy kettő helyett teszik, és azért van. Lehet. Elképzelhető. Ne zárjuk ki ezt az opciót sem. Bár talán még a... A vélemből azt is kimutassák, nem? Persze. Hát vagy egy, meg vagy egy ultrahanggal, megnézzük mi van belül. Bejön a kórház, azt csinálunk egy ultrahangot, hogy van-e bent valami. Hát valami biztos van. Mondjuk sajtolta, az van. Na, az volt utoljára? Igen. A menü? Akkor az még ott lesz. Minden bizonnyal. Ez és azt nem értem, is. hogy marad bent annyi ideig, hogy ekkora marad a hasam? Fejlődik. Illetve maradjunk annyiból, hogy szerintem önnek csak lassabb az anyagcseréje az átlagnál, ezért a szervezete jobban raktároz, tudja? És ha felgyorsítanám az anyagcserémet, akkor... Hát valószínű, hogy akkor nem. Hát az is segíthetne rajta, így van, meg egy kicsivel több mozgás. De még azt se lehet kizárni, hogy nincs esetleg egy kis inzulin rezisztenciája, ugye az is erre utaló jel. És ez micsoda alakul ki? A cukorbetegség az nagyon sok mindentől ki tud alakulni. Rengeteg minden miatt. Genetika akár. És nem csak azért, mert mondjuk sok édességet eszik, ezt azért tegyük ezt. Így van, nem függ össze. Tehát, hogy nem függ össze a kettő, hogy azért, mert mondjuk sok mondjuk édességet eszik. És ha mondjuk az van nekem, és mégiscsak sok édességet eszek? Az annyira nem jó, mert ugye ez idővel átmehet a... Hogy van, doktor, a kettes? Igen, végül is. Igen, kettes igen. Cukorbetegségbe, ugye az a rosszabbik, akkor már ugye esetlegesen előfordulhat, hogy inzulinozni kell, és nem elég egy tabletta. Már az egyesnél tabletta kell? Hát az egyesnél szoktak tablettát, így van Merformint adni. Ami lecsökkenti az inzulint. Ugye az egyesnél az a baj, hogy túl sok inzulin termel a szervezete. Tehát pont a fordítottja. Ugye a kettesnél ez már megfordul, és pont hogy nem termel elég inzulint a szervezete. És azért kell ugye injekció formájában inzulint adni. Értem. Akkor lehet bemegyek majd arra a vérvizsgálatra. Hát lehet jó lenne, így van ez. Megelőzésnek is jó, meg biztosra megyünk. És akkor ön is tisztában lesz vele, ha esetlegesen van is valami probléma, de ez nem jelenti azt, hogy van. De tudja, évente azért érdemes egy vérvizsgálatot egy ilyen nagy labort megcsináltatni. És ha van valami probléma, abból általában azért már terülnek ki dolgok. Rendben. Hát köszönöm szépen az információt. Most megyek, összeszedem a kollégámat a kórházba. Jó, van. Jó, rendben. Köszönöm, vigyázzon magára. Jobbulást, viszlát. Vezesse. Na, lehet, hogy egyes cukorbetegségem van. Kettes szorzóval.
tiszteletem. Jasztok. Jó napot kívánok. Tiszteletem. Jó napot kívánok, Kardos Bálinthoz jöttem. Van most látogatás, vagy bent tartják, nem tudja? Kit keres? Ja, Kardos Bálint. Megnézem itt bent, de jöjjön nyugodtan. Be. Jöjjön csak. Itt a barátja. Megvan. Na, nagyon jó. Él és virul. Így van. Uh-huh. Szuper. Él és virul. Megtalálták a gyilkost? Hát... Milyen gyilkost? Aki a nőket öli. Köszönöm szépen, doktor. Miért érdekli? Nagyon hálás vagyok. Én köszönöm. Ön azt mondta, hogy ugyanolyan hajú nőket öl meg, mint én vagyok. Hát jobban, mint én. Tisztelet, sziasztok. Jó napot kívánok, tiszteletem. Egy kicsit gyanús, hogy már csak maga az egyetlen élő lila hajú nő. Szóval én vagyok a gyilkos? Még nem zárom. Jó vagy, Bálint? Hát már jobban egy picit már kezdődni a fájdalom csillapító. Hát most egy ideig pihennem kell. Na, az nagyon jó. Hát ez nagyon jó, nem nincs táppénz, csak mondom. Hát igen, erre számítottam. Megyünk, viszlát. Várj a munka. Nem, megkérdeztem szerencsére, szóval azt mondták, hogy az emelgetéssel nem lesz baj. Emelgetéssel? Hogyha, hát igen, hogy fejsérülésem volt. Aha. És hát volt egy kicsi bevérzés, ilyen 1 mm-es bevérzés fejembe. Viszontlátásra. Viszlát. És annyi, hogyha emelgetés közben vagy valami feladat közben elkezd fájni a fejem, akkor inkább lekerül. Nem semmit. Hát tudom, csak hát hogyha hozzák a szállítmányt. Hát majd emelgetik ők. Hát jogos. Ja, én meg most nem vezethetek, mert ugye tetanuszt kaptam és az elméletben nagyon fárasztó. Igen, fárasztó. Már mondjuk egy kicsit kezdem már érezni. Én megkülepültem a szélvédő. Hát tényleg? Az nem volt fárasztó, Bálint, nyugi. Úristen. De minden rendben? Teljesen rendben van, igen. Olyan, hát majdnem közel volt megint. Hát ez most nem hiányozna újra. Majdnem elkaptunk egy bűnözőt, Bálint. Mikor? Hát most. Azt a zöld autósat? Nem tudom, aki majdnem belénk jött most, aki tűrözött a rendőr. Ja, nem figyeltem. És az, ami lett, aki ránk lőtt, azt elkapták? Hát nem tudom. Mert mi történt amúgy? Hát, sokra nem emlékszem, csak ilyen nagyon erős durranásokra. Durranásokra. Há, igen, mint a fegyver előttek volna. De nagyon, nagyon kiesett. Csapkodtak melletted? Hát lehet. Bármi lehetséges. Hát annyira emlékszem, amikor hát ütköztünk igazából, hát hogy egy nagy durranás és elfeketedett minden. Azt mondta az orvos, hogy valószínűleg onnan van a fejsérülésem. Értem. De szerencsére semmi. Még nem, mert kiesett a zsebemből, aztán összeszedtem, csak kiesett a zsebemből, aztán így kikapcsolt. Hát jobban nem is kezdhetnénk ezt a csütörtök reggelt. Igen. Na és még elég zárva van. Jó, hát jó. Megint vehetjük a kínai pumpát.
Mindjárt megnézem, hogy van-e brabuszos. Nincsen. Persze, amikor kéne, akkor sosincsenek senki. Legalábbal kipumpáljuk, nem? Megoldjuk, igen. Jó napot kívánok! Tiszteletünk! Köszönöm, viszlát! Viszlát! Kórházba belenéztem a tükörbe. Aztán láttam, hogy milyen ronda lett az arcom. Hát, mondjuk figyelj, eddig se volt tép. Hát, köszönök. Ez is mit, csak hogy nagy veszteség nem ért az él. Hát nem értettem, nem úgy értettem, hanem úgy az átlagnál. Ugye az átlagnál is csúnyább lettél, úgy érted? Igen. Teli vagyok lila foltokkal. Itt megcsináljuk. De ki tudjuk húzni a izét, kocsit. Csak állok itt valahol egy másik lököst. Mindjárt keresek egyet. Hozzál izét, festéket, majd lefestjük. Rendben, ebben a ödörben szerintem az van. Én addig nem tudom, megtörlöm az elejét. Találtam. Na, fessed, fújjad! Hát lefújtam. Ja, rendben, a hátulját csinálod most? Igen. De szerintem kell lenni fog egy új lökös. Köpjél rá! Hát, jó az. Le kell polírozni. Igen. Basz meg, ide bejöttem az előbb, most meg nem tudok menni. Szerintem jó lesz. Na, szerintem is. Hát de, csak ki kell szállnod, azt neked kell kiúlgatnod a lökkel. Szerintem észre fogja venni a főnök, hogy összetöltjük. De hát maga a főnök. Mondjuk ez igaz. Hát te is főnök vagy. Hát én ilyen... kisebb azért, jóval. Hát de főnök.
Hát van menne valami. Kisföldök, nem? Igen, valami olyasmi. Pont ilyenkor vagyunk csak ketten, amikor ilyenek történnek. Igen. Haladni kell a tanfolyamotokkal is. Na hát meg ezzel is, igen. Azzal kapcsolatban nem mondott valamit a Patrick? Patrick, a felhívom. Foglalt. Hát mindig is elfoglalt ember volt. Merre megyünk? Elmegyünk a konditeremhez. Rendben. Vagy nem is, túl feltűnő lenne, ha ennyiszor oda mászkálnánk. Hát megyünk edzeni. Nem. Ennél ők okosabbak. Úgyis lejárt a bérletem, venni kell másikat majd. Viszonylag sűrű járok oda. Igen? Igen. Ezt láttál már valami gyanúsat? Hát... eddig csak annyit láttam, amit gyanús lehet, hogy az oroszok ellepik az egész helyet. Amár akikről feltételezik, hogy oroszok. Azok nem edzenek, ugye? Nem, csak ott vannak, beszélgetnek, hasonlók. Mindegyik fekete autókkal jár. Ilyen érdekes. Meg kettő fekete BMW-nek már lefotóztam a rendszámát. Ami mindig... Mi is tudjuk, hogy mit keresnek ott. Igen. Kettő BMW, ami folyton együtt mászkál. És folyton ott vannak. Mindkettőnek meg van a rendszáma. Az egyiket sikerült még a konditeremnél lefotóznom, a másikat meg az olasz étteremnél. Nem tudom. Jól vagy amúgy? Igen, jól vagyok, köszönöm. Kicsit még olyan érdekes a fejem, de meg leszek. A fejfájás csillapító hat, csak olyan, kicsit zsibbad. Az autóba lehet dohányozni? Persze. Mit tudunk a teljesen belül? Egyelőre nagyon igazából semmit, csak ugye a rendszámmal sikerült lapozolnom, mert mentünk segíteni a Jánosnak, vagy sietni kellett. Rendben. De a rendszáma megvan, szóval azt majd lekérdezzük. Hát ez nem igaz. Hát még menekülnek előlünk a rendőrök. Ennyire ijesztőek lennénk? Bemegyünk a rendőrségre, megkérdezzük.
Meg azt a másik 9 számot is kiderítjük. Melyik másikat? Hát amit lefotóztál hátul. Ja, tényleg, tényleg. Mondjuk azt mondta a Petlik, hogy, hogy senki nem él most rá. Most nem valami rablás volt? Nem tudom. Mindjárt megnézem a politikon. De ne elviszlek az egyik kedvenc helyemre. Igen? Igen. Hova megyünk? Van itt egy pizzeria. Vagy tésztázó, magam sem tudom. Az olasz étterem? Több lehet, hogy olasz. Mondjuk lehet, hogy nincs nyitva. Mindjárt felhívom, ismerem az egyik itt dolgozót. Hát nem tudom, valószínűleg nem lesz itt senki. Lehet még korán van, ilyenkor még nem itt neki. Hát igen. Hát akkor elmegyünk egy másikhoz. Pedig szeretek itt leülni és csak úgy enni. Még amikor vagy és csak úgy eszel. Hát egy jó dolog, igen. Csak kérem a következő tányért és a következőt. Miért tudnád ránk? Nem tudom. Tudod, hogy lehet még a gyilkos? Gyilkos? Igen, aki a nőket gyilkolja. Erről még nem hallottam. Nem? Nem, olyan nem mondta. Olyan szúrozat gyilkos. Nem említette. Igen, mi a hajú nőket gyilkol? Tényleg? Igen. Hát ha esetleg a bányászok láthattak valamit, amikor bejönnek a városba, vagy mennek ki egy stoppost, vagy valami csapzott embert, nem tudom. Lehet, lehet. Nagyon nyomon vagyunk, Bálint, érzem. Remélem, hogy lesznek itt. Nem a mederbe szoktak lenni? Igen.
Valaki tud át? Én nem hallottam. Érdekes. Szerintem itt már rossz fele megyünk. Igen? Igen, igen, szerintem itt az alatta lévő úton kéne menni. Az lehet. És ott úgy majd fönt a kanyarba. Nincs senki. Nagyon úgy néz ki. Ez nem mindennapi. Előfordulhat. És a kőmosó? Megnézzük. Vagy esetleg az olvasztó műhely. Sápa. Mit akart a sineknél? Azt hittem, hogy ilyen eltemetett sinek, tudod? Ja. Tiszta labirintus ez a hely. Itt se jutunk ki. Becsapós. Igen, igen. Erre van? Azt hiszem itt balra. Erre? Igen, igen. Akkor meg mindjárt puskázok. Emelebben előrébb lesz egy bank. És ott kéne lefordulni majd jobbra. Nem, nem. Nem is itt majd még tovább. Hű. Majd a bolt után kéne jobbra. Itt lesz egy benzinkút, igen, és itt jobbra. Remélem, ez lesz az, igen. Hát nézz oda. Hát ez lehetetlen már. Nem igaz, hogy nincsenek bányászok már a városban. Ja, kurva szép. Hova lehetne még menni? Hát nem is tudom. Esetleg a járócsákba. Remélem, ez legalább nyitva van.
is lenne. És itt van? Nincs. Pedig most világít, hogy, hogy nincs van. Ez nekem, bűzlik. Ott az átverés, látja? Az ott az átverés. És ennek van valami másik bejárata? Nem tudom. Azzal most csináltuk meg ezt a kurva kocsit, ezt a sorokból levitte az elejét, bazd meg. Utálom, mikor össze van törve. Mondjuk nyilván, ki szereti. Észre se vettem, hogy bejöttünk a városba. Hát igen, igen, eléggé gyorsan jöttünk. De szerinted vége? Minek? Ahova ment a Petszi? Nem tudom. Lám nyomta, lehet, hogy vezet. Mi van az ügyvédünkkel, tudsz-e valamit? Nem tudom, mi lehet vele. Kurva jó ez a Tuareg.
Pedig kaptam tőle egy SMS-t még, hogy ő is lesz, mert ugye hát ugye úgy volt, hogy csütörtökön jön vissza. Az meg ma van. Igen, igen, tényleg. De gondolom maga is látta, mert a csoportba írt. Igen. Kimegyünk egy helyszínre. Helyszínre? Igen. Milyen helyszínre? Hát volt ott egy... egy sorozatgyilkos féle. Megpróbálunk összefüggést keresni a gyilkosságok között. Sőt, láttam, hogy ott egy autó állt az autópálya közepén. Igen. De hát bajban van. Hát nem tudom. Nem, ott jön. Szavasz, Diló! Igen, jó. Dév, köszi szépen! Boldog! Tehát azt akartam megkérdezni, hogy... tehát egy kicsit, tehát nagyon-nagyon bosszúsan váltunk el, és hogy azt akartam megkérdezni, hogy milyen fánkot szeretsz. Megkérdezte, milyen fánkot szeretek. Szerinted normális? Ki volt az? A Frigyes. A köcsög. A kis taknyos, most felhívom. Mi sérteget engem? Hát van bőr a képén, az biztos. Na, szervusz. Minek sérteket tette itt a főnököt? Hát ez, miért kérdezik tőle ilyeneket? Hát ajándékba szeretnéd a kifákat vedni? Hát nem hiszem, hogy a rózsát jobban szeretné. Nem olyan sűrű látok nála virágokat. Ja, jól vagyok, köszönöm. És már itt egy automata, automosó. Jó, le kell tennelek. Ja, jó van. Hogy érted többiek? Ja, hát meg vagyunk. Ne kémkedjen, mondd meg nekik a csapicsos szájúnak, nem mondunk semmit. Hát dolgozunk, nem mondhatok sajnos erről többet, de... jó, már le kell tengyelek. Szervusz! Próbáltam diszkréten kezelni, hát ha mond valamit. Azt mondta, hogy ajándékba akarja venni, hogy nem sértésnek szánta, és hogy ajándékba akarja venni. Persze. De biztos vagyok benne, hogy sértésnek szánta. Gyere, átnézzük itt a búza messzőt. Gondolom, hogy találunk valamit? Hát, sose lehet tudni. Jó nagy mező ez. Hát nem egy bolond ötlet. Ja, már megihív. Halló? Önök azt kérdezik, hogy mit szeret?
A vaníliásat, ma. Jó, a vaníliásat. Jó. Na, de most tényleg el kell tegyelek, szia! Expecto! Patronum! Segítesz vagy, nem? Ja, persze. Te menj a másik mezőn, mármint itt a mellette lévő sávon. Hát, nem igaz, hogy folyamat jogatnak. Szervusz, Veri! Semmi, éppen kutakodunk. Hát ez nem igaz. Ja. Mi volt az a hang? Nem tudom. Maga nem hallott a főnök? Régen hallottam valamit én is. De én is hallottam valamit. Olyan volt, mint egy lövés. Elküldted Bálint. Igen. Mindjárt ott vagyok, akkor csak tankolom. Gyere már, mit csinálsz? Na, gyere már, itt lövöldözések mennek, meg nem tudom. Te mit csinálsz, Bálint, gyere! Nem látott a kárpit? Nem. Még nem láttam semmit. Te megyél ott mellettem. Abba. Nem. Ne hallja, itt legyen mellettem! Itt, ebbe az egyenesbe. Hát, ha itt van eldobva valami. Mi kiabálj? Kevin! Kevin! Jabát, hogy Kevin! Mert Kevin. Nem tudjuk, hogy kit keresünk, hát ha válaszol! És elmondja, hogy ő nem Kevin, hanem a gyilkos! Ja, jöttem. Kevin! 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 Itt vagy? Minden oké, okay, Kevin? Kevin! Mi vagyunk azok, Kevin? Kevin, itt vagy? Parkasvonyítás! Te is hallod? Igen, igen. De szerintem azonnal a hegyekbe jön. Remélem. Hát csak nem támad meg itt minket egy farkas. Nem hiszem, hogy itt a búzamezőkön mászkálnának. Mondjak valamit? Mondja. Én kilőttem a
az összes lőszeremet. Tényleg? Igen. Miért nem szólt? Miért neked van? Hát otthon is van, meg ugye az irodában is van. Mindig a Speedyvel kell húzatni. A Speedy! Igen. Hozz egy tálat a pisztolyba, légy szíves. Már itt vagyok, most menjek. Hát igen. Sajnálom. Hát jó. Az viszont már arról jött. Csak egy kell. Igen. Jó. Micsoda farkas? Igen, a hangok arról jönnek most. És egyre közelebbről. Nézzük át ezt is, tényleg. Akas. Mi lehet ez? Te is hallod? Mit? Nem tudom. Elég félelmetes hang, te nem hallod? Nem tudom mire gondol, én nem hallom. Mit hall? De mit látsz? Vagy miért mondtad, hogy mi ez? Ezek a kis földkupaszok itt. Látja? Hát igen, az friss ásás. Igen. Kéne szerezni valahonnan egy ásót. Látod, hogy deles? Tessék? Deles a teteje. Igen. Viszont nem kemény. Nem, hát áltaposok, vagy kicsit áltaposok, akkor még viszonylag ide. Csak ez, oda ez van szórva, még friss. Egy-két napos. Hát inkább háromra tippelnék. Picit már meg van száradva. Lehet, hogy egy tömegsíron állunk, Pálin. Hát nagyon remélem, hogy nem. Mondjuk az megmagyarázná, hogy miért van letaposva itt mindenhol a búza. Igen, az meg. Ásokat kell szereznünk. Hatunk ásót szerezni. Hát... Őnek veszek ki magamnak is egyet. Rádbán. Te villám, nem tudod, hogy hol lehet ásó szerezni? Ott ott van az a bolt, nem? De hát sokat segítettél közé. Az IKEA-ra gondol. Lehet, tényleg. Ez nincs is messze innen. Nincsen. Elmenjünk venni egy ásót? Igazából fogalmam sincs. Persze. Már szerintem találunk egyet itt letámasztva, biztos. Nem, ahol. Nem hiszem, hogy itt hagyták volna. Egyébként adtál egy jó ötletet, ja, amúgy mégis. Szerbusz Józsi, ne haragudj, bankról boltra rohangálunk, úgyhogy igen, most megkeresem a Mihály Lót is kérdezem, hogy itt menjünk, jó? Lát már, köszönöm. Ne haragudj. Ágya, semmi probléma. Jól van, majd meghálálod. Na, szia. Persze, szia. Nem itt parkoltunk le? Nem, egyel tovább. Ja, tényleg, egyel tovább.
Nézzük meg azokat a nagy bárdákat. Szerintem ezek sem maguktól dőltek le innen. Igen, gyanús. Lehet, hogy valaki megpróbált rájuk fölmászni. Lehet, hogy egy áldozat menekülés közben lerántotta. Elképzelhető, igen. Bár nem mondhatok biztosat. Vagy lehet, hogy részeg volt a traktoros? Nem tudom. Itt megyek el az IKEA mellett, vigyek valamit. Igen, lászót. Rendben. Igen, legalább kettőt, vagy hozhatsz magadnak is. Igazából csak neki kell. Ja, elég egyet. Ezeket a gépeket egyébként nem szokták annyira csak úgy itt hagyni, vagy de? Hát mi hol szokták hagyni? Hát nem tudom, azért kicsit elzártabban, vagy nem? Nem. Hát akárki jöhet és elviheti. Látod azt az... ilyen erős a napfénye? Akkor egyet vettem. Igen. Nem, ez gyanús. Csak siess. Lehet közelül a végítélet napja. Miről beszél főnök? A végítélet. Lecsap. Megkérdezhetem maga sok filmet néz? Hát szoktam, igen. Elértem. Ide még benézek. Látunk, de legyenesen. Itt állunk a földön. De itt egy kerítés. Hát akkor kerül ki. Hát ne a kerítésen gyere, hanem mellette. Ja, Peti? Kb. egy 5-6 perc. Jó? Indulunk. Akkor indultok? Igen, igen, de hagyd be, visszük az osztagot, úgyhogy nem kell, biztosítják. Csak várjatok bennünket. Legben. Jó? Oké, köszöntöm, szia! Szia! Mehetünk is, majd visszajövünk később. Igen, igen, a fegyvereink. Add oda a tálat. Ja, tényleg. Addig megnézem, hogy az enyémben vannak-e. Odaadom az ásót is, főnök. Nálad jobb helyen van. Miért fogja rám? Hát akkor már én is betározok itt úgysem. Csak te légy, hogy ne rám fogja. Vezessen inkább a Bálint? Igen. Megyél, vezess inkább te. Miért egyébként?
Hát már még friss jogosítványos és nem gyakorolt eleget. Elértem. És nem akarom, hogy összetörje a kocsit. Főnök járdám, egyébként rossába megyünk. Á, valóban. Szavas! Szavasz, Parkiriz, Csumi! Valed Blitz. Azt a mindenit. Az 8-kor kezdődik. Az nem a miénk. Megint megtámadták magukat? Nem, csak ez ja, a 8 órási, nagy robbanást hall. Ez a miénk? Még egyszer? Ez a 8 órási, ez a miénk, amit láttam? Nem, az március 10 óra. Nem, az március 10-i szállítás, csak kihirdettük. Most nem sokára indulunk, jó? Csak bepakoljuk a fegyvereket és már indulunk is. Oké, nyitva jó? Lesz a kapu, majd álljatok hátra. Értettem, úgy lesz. Rendben, szia! Szia! Na figyeljetek! Gyere már, te! Itt vagyunk. Mindjárt jön a rendőrségi konvoj. Hozzák ide. A fegyvereket, igen. Biztosítsuk nekik a helyszínt, rendben? Kinyissam már most a kaput. Igen. Rendben.
Hát te fejnek nézd, ott az új autó. Ne, hülye, már megint vett egy új autót. Az igaz, nagyon jó, nagyon jó. Csak ezzel az az egyetlen probléma, hogy megvette az új autóját úgy, hogy ez olcsóbb, mint az előző volt, és még rá is fizetett. Hát kicsit átvertek. Hát azért nem... megessik a szakmába, tanultál belőle biztos. Igen. De ezzel majd én is átverek valakit. Figyelj! Meghúgy kell azt, igen. Írok én egy ilyen nyilatkozatot neked, jó? Nekem? Igen, igen. Nyilatkozatot... Igen, igen, majd meglátod. Hát oké, és... megeszem a répet, amit a jósok adtak tegnap. Azt mondták, hogy örök szerencsét fog adni ez a répa. Kéred, főnök? Nem, köszönöm. Mondjuk kicsit... kicsit... sekszaga van. Ja, csak elmondom lassan, jó, Speedy? Igen. Jön a rendőrségi konvoj. Biztosítani igen. Kell nekik a helyszínt. Eltennéd a sekszagú lépádat? Igen. Köszönöm. Álljátok a kapu két oldalán, rendben? És neked hol az igazolványod? Úristen, tényleg. Megnézem, itt van-e nálam. Fegyver legyen a kézbe. Ó, nincs itt főnök. Nincs itt, miért nincs itt? A másik kabátomba maradt. Hát figyelj oda erre. Hát nem tudom, hogy kell a fegyver a kézbe, szerintem nem. Hát szerintem se, de ki tudja, nem? Hát, szerintem meg fogják tudni védeni. Végül itt. Átöltözök, mindjárt jövök. Nekem szólsz, akkor eltékem, mondjad, mert ide már nem hallok. Nem ám, meg ne parkol van. Ide valaki, csak úgy. Hát, ha jön valaki, akkor becsukjuk a kaput. Igaz. Ja, egyébként volt bent a hátsó ajtó előtt, nem tudom, hogyan jutott be, de volt egy autó. Hát, az mondjuk azért komoly. Küldök egy képet. Jó. Még az eléggé drága autó, teszem hozzá. Ez ott volt az ajzó előtt. Az mondjuk azért komoly. Nézd, ott. Hol? Szuper, 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 jól néztek ki. Kivéve felé.
Az összes csavar tapad rá. Az igazolványod tapadna rád. Tudod, az igazolványod. Azt tapadhatna rád. Bocsánat. Normális vagy, eljössz dolgozni igazolvány nélkül? Nálam van az igazolvány, csak a nyakba akasztó nincs. Azt otthon hagytam, vagy a másik kabátba. Hihetetlen. Bocsánat. Ő pedig erre készülned kellett volna. Jó, siettem, hogy odaérjek. Mikor jönnek, főnök? Hát azt mondták, mindjárt indulnak. Már el kellett volna indulniuk. Csak nem állítottak meg őket, amint kiértek a rendőrségre. Csak nem. Remélem, hogy nem. Hát én is. Ha felhívom már, hogy minden rendben van-e. Hátra, illetőleg. Addig lehet becsukom a kaput. Igen. Minden rendben, Petlik, veletek? Igen, csak Mihály úr most egy új tabletet kapott, és átállt a Schwab billentyűzetre, úgyhogy egy picit lassabb a gép. Értem. Értem. Jó, most várjál, mert most átment kínaiba, éppen forgatja. De meg fogja oldani, mert határozott egyéniség. Próbálja a magyar, Petlik, mondd meg neki! Basszus, eszünkbe se jutott, hogy átállítsuk magyarra. Jó, szólok neki! Nincs mit, szia! Köszi! Mit mondtak? Mi a baj? Nem hiába, én vagyok a városi nyomozó. Mit mondtak? Átállították véletlen a béleltűzetet Schwabra meg kínaira. Mondtam nekik, próbálják meg magyarul. Figyelj csak Bálint! Igen? Arra gondoltam, Abilap, hogy mi lenne, ha esetleg elkezdenél pár új ember után kutatni? Kikre gondolt? Hát bárkire. Foglalkozhatok veled, de még az orosz ügyet ugye még nem zártuk le. De hogy elzártuk. Viszont ha valamit akarunk kezdeni az oroszokkal, akkor háromnál több emberre lesz szükségünk. Ez valóban így van.
Figyelj, egy ütőképes nyomozóirodát akarok. Akik képesek megvédeni legalább a saját irodájukat. Hogyha eljön a helyzet, ha a végítélet lecsap, akkor mi készen álljunk. Érted, Bálint? Igen, értem. Illetve akarok beszélni a rendőrséggel, hogyha túl vagytok a kiképzésen, akkor kérhetnek tőlünk segítséget, érted? Igen, igen. Ez meg nem egy rossz ötlet. Szóval, hármunkat nem fognak komolyan venni. Hát nem mindegy, ide azért több ember kéne. Nem tudom, hol vannak igen. A többiek. Megjöttek. Nyokom a kaput. Rendben, gyertek! Istenem felé! Gyere már! Kizárt a Bálint. Nem én voltam. Ja. Üdvözlet! Tiszteletünk! Jó napot kívánok! Szép volt. Jó napot, kívánok! Jó napot! Sziváló János vezérőrnagy lennék. Üdvözlöm, Városi József! Szép napokat, József! Hova szállíthatjuk be a fegyvereket? Kövessenek! Éjjön! Most kell segítség esetleg? Vagy van még itt, ami... Nem tudom, átveszi? Hoppá, persze! Nehéz volt kiszedni. Hagyja csak. Oké. Józsi, menj csak nyugodtan, te tudod a járást. Ovárni, otthon, édes otthon. Nem tudom, otthon édes otthon, az irodámat is kiadtad már. Az csak félreértés volt. Igen. Itt az iSec. Nincsen. Nincs itt az iSec? Nincs. Na, figyelj, ide leteszem, jó? Szólj, hogyha leteltem majd. Rendben. Jó, leteheted. Köszönöm, következő. Én lennék a következő dokumentációkkal. Nézem, maradtam még egy csomagtartóval. Elméletben hoztunk 10 sokkoló 10 LBV-t. Nemek. Jó, szuper. De én csak 5-öt vettem át. Mindjárt hozzák a többit is. Á, rendben. Tiszteletem, Varga János, szolgálatban éppen. Első körben is szükségünk lenne két tanúra. Tisztelet, Varga úr. Gyertek be a laktához, légy szíves. Szia, János. Megyünk. Szép napot. Jövünk. Persze, ha nekem szólt. Nem. De magának is, szia. Vagyis, szép napokat. Hát, érti. Érted, nem sokkal én is ott vagyok, sietek. Érti, értem. Nem. Jó. Gyertek, keretek, tanulnak! Na nem, mintha összeházasodnék a biztos úrral. Szerintem úgy nézgött a pódiumot. Szép napot. Állj meg fél a pódiumra, ez a csókják.
Nem is tudtam, hogy esketű vagy már ott mindegy. Hogy a interneten elvégezte, én láttam, mikor ott kiadták. Igen. OK-es. Üdvözlöm az egybegyűlteket. Megnézte. Aha. Az üzletet egy csóka. Pap leszel Bálint. Igen, igen. Jó. Első körben is kellene nekem a két tanulnak a neve. Akkor Kardos Bálint. Oda Feli. Jó, te vagy a második Feli, segítek? Igen. Jó, másik tanul neve? Tóth Ferenc. Jó. Oké, okay, kellenének Kardos Bálint adatai, hol született és mikor? Szegeden születtem. Esetleg, mesterségesen velünk a most ide szállított 99. fedvegyekkel, akkor ez mindenképpen jelentés lekötelezett dolog, ugye? Pozitív. Jelezzék nekünk, hogyha valamilyen incidens történik, ahol elvesztettek ilyen fegyvereket. Rendben. Hol lakik? Jelenleg az északi ingatlanoknál. Egy emelet lakásszámot még hozzá. A 42-es, a 6. emeleten a 42-es. Jó, Tóth Ferenc adatai kellenének. Pillanat, te mit mondjak? Hát a születési helyét, idejét. Németország, Berlin, ott születtem. 1994, 08, 19. Jó, és egy mostani bejegyzett. Hát, ugyanott lakok, ahol a Bálint. Ugyanazon lakásban? Nem. Ugyanabban az épületben. Hát még azt kéne, hogy egy lakásban. Igen, egy emeletet meg egy... Igen. Ja, 10. emelet, 17-es szoba. Vagy lakás. Üdvözlöm, városi nyomozó vagyok. Üdvözlöm. Igen, igen. Üdvözlöm, miért keresett? Emlékszel, mikor el akartál menni Vegasba? Van egy jó hírem. Milyen Vegasba? Én nem is... Mi történt? Te és én, Párizs. Tessék! Igen, Párizs. Jó, tényleg. Nem Vegasba nem is volt szó. Meglepetés. Nem tudtam átadni az üzenetet, ne haragudjon. Ja, semmi gondolom. Viszont az e-mailt azt elküldtem magán. Így van. Nem ön volt legutóbb bent a szerelőműhelybe és szeretette a kocsiját? Jól vagyunk, köszönjük. Igen, én voltam. Most amikor éppenséggel azt mondta nekem, hogy tussoljunk le közösen, meg igyon, meg önt, meg ilyesmi. Most csak nyelvbotlás volt. Nyelvbotlás. Persze, úgy, mint most a Vegas. Tudják, hogy küldenek. Nem, az igaz. Persze, majd átküldjük mindenképpen. Még vannak egy-két dolgot, még kifinémítünk rajta a Ferenc kollégával. Párizs, mindenhova elvisznek. Megköszönném, hogyha e-mailt. Persze, majd hiszem, hogyha látom. Jó? Rendben, mindjárt fényképek, minden oda megyek. Rendben. Hova? Hát oda. Hova oda? Kérek szerintem az e-mail címet nem tudom, elkérhetem? Már is. Az meg hol van? A szerelem országa. Na, úgyis jól felírja. Leírom inkább, mert megkérdeztem. Értem. Rendben. József, majd mutatnám közben. Most le kell raknom. Minimális rá. Elnézést, hogy belerondítottam itt a telefonbeszélgetésbe. Annyi kéne, hogy ez gyorsan át tudja futni, hogy minden adat stimmele. Persze. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Hát jó, gondolom, akkor itt már nem is kellek tovább. Kimegyek vidékre, kicsit nyomozok, hát megtalálom ezeket a szőrzeteseket. Nagy szőrzetük van. Nem szerzetesek, na. Ja, azt hittem, hogy van még ilyen. Dehogy. Főnök úr, bocsánat, szavarásé. Na, ezt most már pillanat, olvasok. Fejtsék ki nekem, mert már egyre több embernél hallom. De majd a professzorral megbeszéli. Milyen színű volt a Yeti? Barna színű volt, és 2 méter 5 centi. Az a nagy láb, a Yeti az igen, fejlő, igen. Hát nem, ez... Nem? Ez barna volt, 2 méter 5 centi volt. Télen. Akkor át tud a ver az embernek, hogy a szív kiszakad. Jó. Kapad, mint a bolti zsír. Annyi van, hogy nem tudom, hogy tudják-e, de egy drogtesztok, hogy el kell menjenek, jó? Tényleg? Igen, fontos. Remélem. Főleg aki részletebb a Yeti nyomozásban. Akkor a penge is. A őt már elküldtük. Őt első. Az első között. Hát jó? Akkor elmegyünk egy drogtesztre. Jól van, nagyon szépen köszönöm. És be volt drogozva a penge. Információt nem adhatok is sajnos, de... Jó, uraim, úgyhogy minél hamarabb legyen szívesek elvégezni ezt a tesztet, aztán... És aki nem volt ott ennél? Hát az természetesen nem, de mennél az esemény. Rendben. Mindent rendben találtam. Az legyen szíves, menjen egy drogtesztre. Na jó, hát akkor... Akkor János az elmaradt. Mert van egy kis dolgom. Nem, most ugye a héten, jó? Azért jó, rendben. Azt mondja, hogy mi van, most van ez, csütörtök, kispéntek, holnap péntek. Jó, rendben. Már megoldjuk. Persze, megoldjuk. Megyek, mert tényleg ezer meg egy a dolga, aztán nem haladok az ügyekkel. Menjen, üdvözlöm az inkákat. Hát, mindenféleképpen. Viszlát! Viszlát, professzor. Jaj, János! Viszlát, főnök úr. Annyi, hogy raktam be képeket azért raktárba. Azt hittem muszol, hogy ilyen indián képek vannak ott, hogy megtekintheti. Az egyik olyan, hogy szét kell hajtogatni. Indián? Nem, képet. Rájöttem volna, János. Jó, rendben. Hát csak gondoltam, hogy szólok. Mindenképp megnézem, és ez mi bizonyíték? Bizonyítékok, ezek 17. századbeli festmények. A levéltárba beengedést kaptam, tehát egy engedélyt kaptam egy betekintésre, meg hogy kinyomtathattam a polgármester jelenlétében ezeket a festményeket, ami ott voltak a levéltárban, ilyen elektronikus levéltár. Igen. Szuper, rendben, János. Szép munka. Igyekszem, megyek is tovább. Rendben. Közben, műszaki dokumentációk. Szuper. Jó, azt el is teheti akkor. Jó, és akkor még itt dokumentum arról, hogy akkor megtörtént az átvétel. Sikerült rendezni a konfliktust az Isaac-kel. Azóta még nem találkoztam, de szerintem megoldottuk. Hát nem találkozunk, és akkor így szerintem a legjobban megoldottuk. Lehet, hogy a legjobb egyszerű megoldás. Így van. Nem, igyekszem nem jönni, amikor az Isaac itt majd ne zavarja. Itt is lenne. Mert nekem az meg mindig nincsen meg, hogy akkor most az kinek az irodája. Az Isaac-i. Közös. Hát, hogyha az Isaac nincs itt, akkor a magáé. Azért, aki itt van. Igen. Így van, de viszont a Katarinával nagyon kellemeset helikoptereztünk. Tud helikoptert vezetni. Tessék? A te embered. Kardos. Én vagyok, félnök. Kardos Balli. Hát igen, csak Kardos van az Isten. Aha, jó, akkor ezt mindjárt javítom. Ja, meg két Kardos van ráadásul. Két kardos. Hát nem, van egy testvére, nem? Ja, igen, az Andris. De pillanatra nem esett le, miről beszél. De rég látta amúgy az Andris, meg a Gedeont is. Hát igen. Úgy tudom, hogy most nyaralni mentek mindketten. Szevasz, fájdalom! Szevasz, Tigi! Javított, ezt majd eltudjuk maguknak akkor digitális formában. Nem. Hát ellátogattak úgymond rokonságba ilyenek.
Ja, értem. Jó, rendben, és akkor mindjárt még a sokkolókról. Nem tudom, mikor utaznak vissza. És a papírokat intézzük. Én se. Ugye a Gedeon már évek óta nem találkozott a nagyszüleinkkel, aztán akkor gondolta akkor az Andrés, hogy elviszi. Gedeon is rokon. Tessék? Gedeon is rokon? Hát nem szívesen vállaljuk föl, de ilyen távoli rokon. Ja, értem. Pedig a Gedeon tök rendes. Hát, nem értem, mi bajotok vele. Jó, és akkor itt is lenne a kézi sokkolókkal kapcsolatos dokumentáció. Kaptunk sokkolót, Petri. Hát azért nem kell lövöldözni vele. Igen, csak próbálják meg a végét azt másikének betartani, nem magunk felé, jó? Ja, igen, a végét ne próbáld meg megnézni, miközben fogod a ravaszt. Igen, első pillanatot, hallott, Páli. Írt a Gabi. Milyen Gabi? Hát a Gabi. Nem tudom, kiről beszélsz. Gábor vagy Gabriella? A Gabriel? Nem tudom. Gabi a neve. Fiú vagy lány? Lány. Ja, akkor értek minden. És akkor még egy az átvétel elismerőjén. Pedig ő lenne. Rendben, az is rendben van. Jó, szuper. Hát akkor köszöntünk szépen mindent. Mi köszönjük? Hát mi köszönjük? Megyek, kiengedem magukat, mert zárva a kapunk. Aztán remélem, hogy nem sokat kell lejelentenem, hogy eltűnt. Hát reméljük. De hogyha mégis akkor, hogyha szólnak, akkor tudjuk pótolni persze, hogyha van hozzá indoklás is. Természetesen. Ja, rendben, köszöntök szépen, további szép napot! További szép napot! Szevusztok! Magukat! Rendben, köszönjük! Ja, akkor jövök én is. Viszlát, Bálint! Viszlát! További szép napot! Tiszteletem, megtaláltam a szerzeteseket. Valóban? Köszöntök, Viszlát! Viszlát! Srácok, nagy nap ez a mai történelmi pillanatot írtunk. A rendőrségi fegyvert láttam, szállított hogy kaptunk külön fegyvereket is? Tessék? Jól láttam, hogy kaptunk külön fegyvereket is? Mire gondolsz? Hát mint az egyik táskában, mint a fegyver is lett volna. Igen. Isten. Hát akkor cseréljük le a fegyvereinket. Ez egy jó ötlet. De főleg rugóskés maradhat, azt nagyon szeretem. Mi a picsának van nálad, rugóskés? Hát azra szeretem kenyeret vágni. Tiszteletem, ügyvéd úr. Üdvözlöm, ügyvéd úr. Tisztelet. Ez egy gyűjtői darab, főnök. Akkor tedd be a gyűjteménybe. Igen, igen. Jó, otthon akkor majd beteszem. Sokkolót vegyünk ki. A végül is azt is, igen. Hát azt is, meg ugye ebből a másik az fejt a fegyverből. Az újabb fegyvert. Igen, igen. Hát ja, mivel tud többet egyébként?
hogy mivel tud többet? Igen. Hozok bele először. Ez azzal tud többet, hogy az összes rendőrségi fegyver sorszám maradván nyilván tartott. Értem. Ezzel a bűnözők nagy része tisztában van, ezért általában nem merik elvenni. Akkor a sokkolót se igaz? Igen. Hát ez nagyon jó hír. Jaj, bocsánat, visszahozott Bálint. Akkor persze. Parancsolj. Köszönöm. De hogy lehet, hogy csak 3 pisztoly van? 3? Igen. Mármint a miénkből? Hát a rendőrségiből. 3 maradt bent? Igen. Tényleg. Ó, bocsánat, szerintem nálam van a hiba. Hát igen. És a sokkolóból is maradt esetleg, ugye? Igen, igen, véletlen többet vettem ki. Hogy 10-jel? 4-jel. Pontosabban. Igen. Ez. Célzó. Aha. Ez jobb ez a fegyver, ez nekem jobban tetszik. Hogyha ezzel meglövök valakit, azzal mi történik? Ki szeretnéd próbálni? Nem azért mondtam. Meg kipróbáltuk legalább. Tudod, hogy mi történik? Mi a rendőrségen csináltunk ilyet, kipróbáltuk. Ki szeretnéd próbálni, főnök? Hát, csak hogy tud, mi történik, ha szeretnéd, nem ragaszkodom hozzá. Nem szeretnéd. Hát lehet, az áramlökést lehet, hogy gyorsabb leszel. Ne. Lendben. Becsuktuk a hátsó ajtót. Na gyertek! Menjünk, te hova? Elmegyünk egy-két helyre. Hozzá kell is egy autót? Nem kell, egy kocsival menjünk. Nem, akkor a szak be. Jó az ott! Mi ez a hely? Ez a Hős utca. Itt ilyen gangsterek vannak. Hát... olyasmi. Milyen színű ruhák vajának? Na honnan tudjam, hát amilyet felvesznek reggel, hogy kérdezhet ilyen hülyeséget? Hát mindegyiknek van. De milyen színű ruhákba jársz? Én feketébe szoktam. Akkor te biztos mafiózó vagy. Hát igen, ez ruha alapján annyira nem lehet megmondani. Elmondjuk, ez igaz. De múltkor a nagy parkolóba azok a piros színű ruhások, akik sokan vannak, ott veszekedtek valakivel, hogy miért vett fel pirossal. Istenem. Sziasztok! Varga János! Ma megint te? Igen. Mi a faszom a keresem meg itt? Te mondjad! Itt vagyunk. Oda jöttem be, és ott szeretnék kívánni. Tiszteletem, ügyvéd úr! Jó, és rendik pusztán. Tessék! Nem ezt kellett így a grúvon. Ja,
Értettes, hogy ha lila az átló kint lesz, akkor itt úgy mész át, ahogy akarsz, addig nem? Rendben. Jó, biztosan? Igen, amúgy miért? Azért esem, mert ez a mi területünk is ezt mondtuk, nem tudom, minden miért tettél. Mi területetek? Egy pontosan. Utca. Igen. Te most nyomozol? Vagy amúgy mit csinálsz? Megkérdezgetsz ilyeneket? Hát, nem tudom, hogy nyomozok-e. Elég érdekes. Utána ne nyomozzál, tesó. És szoktak jönni megszerezni az utcátokat? Jó, sem van, professzor úr. Van már hát ilyeneket már nem mondunk, de egyébként nyilván nem hiszem, hogy milyen. Megtaláltam a szerzeteseket, és mindenféleképpen kell nekünk az aranyszó. Jó, rendben van, halló. Rendben van, hát akkor majd kerülök. Tehát csak érted, nincs ezzel a Lila zásztót, és utána szabad az átjárás. Rendben. Én kim vagyok vidékes, jöttek vissza. Jó, már megrendeltem. Így van, király vett, de semmi van, nem csizom majd ki, mert... Sziasztok! Sziasztok! Nyalok ilyet! Shalom, ügyvéd úr! Shalom, Alehem, villám. Városi József úr, itt van a rádió? Igen, Palacsony ügyvéd úr. Olyan kérdésem lennőhöz, hogy valószínűleg ezt a magánnyomozóhoz ne valószínűleg, hogy csatlakoznék. Mi a feltétel és milyen papírok szükségesek hozzá? Lőfegyverviselési engedély, illetve még nem késő, hogy csatlakozzon a nyomozói tanfolyamhoz. Rendben van, elintézem, még igaz nem fogtam fegyvert, de biztos adnak valamilyen tréninget. És ha megvolt a tréning, és elintéztem akkor ezt a fegyverviselés engedélyt, akkor valószínűleg csatlakoznék ez a nyomozott. Semmi akadálya? Ha gondolja, leírhatom SMS-be, hogy mi szükséges a fegyverengedélyhez. Azt megköszönöm, azt nagyon szépen tovább. Azt is írd le, hogy hol kell. Hát azt terveztem, igen. Ja, jó. És sorrendben. Az ásót elhoztuk? Ott a főnöknél. Csak már a raktárba láttam egyet. Ja, a raktárban van. Mindegy, majd holnap ásul. Rendben. Elmegyünk megint a bányászokhoz. Vannak a bányászók. Hát remélem. Hát szerintem... Ja, itt fönn. Itt nincs senki. Halló, van valaki itt a rádiót? Persze, hogy van. Igen. El kellene a segítség, mert a rendőrség csak szórakozik. Mi a probléma?
vissza kell vinni mi hamarabb a szerzeteseknek a zarancsikót. És hogy szeretnéd? Hát kocsiban legalább legyünk hárman vagy ketten, meg az is jó. Ne egyedül legyek. Én itt vagyok az autómnál kint. Ön szívesen veled megyek, professzorban. Ha mindjárt jól elkísérünk. Az jó. Mindenki jól van? Igen. Főnök. Igen. Hát gondolkodtam valamin. Mondjad. Ugye a nyomozásokat én végig a Bálinttal csináltam. Kinn a konditeremnél is, meg mindenhol. Meg igazából minden nap itt vagyok és segítek. Meg kávé mindenki úgy ismer, hogy gangster vagyok, így be tudnák épülni egy csomó helyre. És arra gondoltam, hogy nem kaphatnák előléptetést. Hallgatás, beleegyezés. De Ferenc, emlékszel, hogy nagyjából mennyibe került a fegyverengedély összesen? 3600 körülbelül, nem? Igen. Hát gondolom, rendben, Ferenc. Rendben. Hát így összesen gondolom. Hát igazából néztem múltkor az alkalmazottak listáját, és a Ferenc még csak gyakornokként van feljegyezve. Igen. Tehát már az is előléptetés, hogyha nyomozó lesz. Főnök, kaptunk egy bejelentést arról a kocsiról, a lila BMW-ről. Milyen bejelentést? Hát az ügyvéd úr egyik barátjától, hogy azzal a kocsival oda mentek hozzájuk, megverték őket és felrobbantották az autójukat. Van róla képi bizonyíték is. Igen, lehet számlátszik? Hát az nem, de más kocsit nem láttam még nagyon, lehet be kéne nézni. Mi ez a fekete autót? Az van gondolom az ügyvédé. Pillanat, csak hozok magamnak italt. Rendben. Magadhoz vetted az új fegyvert? De, új fegyver. Meg sokkal. Igen, már tud új szolgálati fegyverünk van, és a rendőrségtől. Na, az teljesen jó. Igen, a lakára le tudod cserélni. Hát most egyelőre ezzel elhagyok, ami van nekem. De viszont el kell szállítani mi hamarabb. A zóna elé meg drogtesztre küld minket, mert nem hisz az ezébe. De viszont nem akarom azt, hogy az irodát betámadja bárki is. Ugyanis hát a Frigyes köpött mindenkinek. Az Arancsikóval kapcsolatban. És attól félek, ha már köpött, tudnak erről a helyről. És már csak napok, pillantok vagy órák kérdése, hogy mikor támadnak meg minket. Az Arancsikó véget. De jó napot! Inkább mi hamarabb le kéne tudni ezt a szállítást. De szia! Hallom, hogy beszéltél valakiknek az Arancsikó ügyről? Te dehogy is! Nem? Nem. Remélem is, mert most fogjuk elszállítani. És piszok drága! De szeretném, ha senkinek nem beszélnél róla. Te természetesen. Te tudod, hogy én nem beszélek, hát mondhatni én is nyomozó voltam. Persze, igen, az voltál, igen. Tehát igen, az voltam. Igen, én is. De csak nem hivatalos. Az irodából. Micsoda? Tehát kinyomoztam a bandákat, de nem is baj, csumizlat. Szia. Attól függ. Feri? Várjál, Feri. Arra gondolsz, aki a Shop Needlingben dolgozik? Nem tudom, hol dolgozik. Szerintem te nem vagy annyira tökös, hogy elhibasztod. Nem? Nem tudom. Most miről beszéltek? Itt egy piszok drága szállítmány, és ti nem itt vagytok.
Kapjátok össze magatokat! Bocsánat. Egy felbecsülhetetlen értékű valami van a kocsiba. Így van, a garancsikó. No. Kettő, három kocsival fogunk menni. Ügyvéd úr is vegye magához fegyvert. Ha el akar minket kísérni. Mindenképpen. Hol találom a lőfegyvert? A laktába. Hogy menni fog engedélni akkor? Belett át meg mondjuk egy tárat. Tehát tetszeni fog neki. Van ilyen lézeres célkereszt az új pisztolyokon, amit kaptunk. Igen, lézeres célkereszt, mi a fene? Szerintem elég lesz a két autó. És akkor az egyben hárman ülnek. Jaja. Hát én megyek a főnökkel. Jó, rendben. Ferite, menjél a többiekkel. Ügyvéd úr, nem ül be? De jövök József, csak nem tudtam eldönteni. Igen, a másikba kellett volna. A másik fejében, azt jobban kéne védeni. Másikba, már is. Valamelyik kocsiban van egy másolat, az egyik izé, Volkswagenbe. Mindjárt megnézem, szerintem tudom másolat? Még. Igen, megnézem. Van egy másolat. Hát akkor jó helyen van, nem? De az egyiket azt kéne vinni, az lenne a másolat. Nálunk van az eredeti. Akkor vinnétek ti a másolatot? Ajaj, van már itt valaki. Hát de minek vigyük a másolatot is? Hát, hogyha ellopják, akkor azt kell mondani, hogy abban a kocsiban van. Ja, értem. El kell adni a műanyag olajkáját. Megvan? Nem ez. Másik. Jöjjön, professzor, ott van ki. Jöjjön itt a másik Volkswagen. Na jó, ebben a kocsiban van már az ég. Várj! Ja. Itt ki megvárom. Másikban ebben nincsen. Szia, szívem! Ebben lenne. Reméljük. Benne van a másikban? Most nézem. Megvan. Megvan. Remélem. Ez János, eltart. Ne felejtsétek be, becsütöttük el a kaput. Most holnap van a csúcs. Legben, János, követjük. Akkor indulok. Fegyvereket mindenki vegye elő. Várjatok még egy pillanatot. Városi Józsi? Szia Petlik, csak szeretném bejelenteni, hogy egy speciális szállítmányt fogunk szállítani. Micsodát? Az arancsikót.
Ja, már hívott a János, csak mondtam, hogy majd a továbbítom a vezetőség felé, és akkor erre szervezzünk egy időpontot, jó? A mai nap szerintem nem fog menni. Elszállítjuk mi, csak be akarjuk jelenteni, hogy ez fog történni. Mert fogjátok tudni védeni? Hát reméljük, ha nem támadják meg, minden bizonnyal petlik. De ha megtámadják, nem fogunk tudni segíteni, mert éppen egy rablás helyszínén vagyunk biztos. Bízzuk a legjobbakba. Hát Józsi, ti tudjátok, saját felelősség. Persze, hogy az, csak be akartam jelenteni, hogy... Jó, hogy akkor továbbítom a vezetőség felé, jó? Járd meg, köszönöm, szia Petlik! Szervusz! Indulhatunk! A bilincseket egyébként nem kaptunk a rendőröktől. Mit? A bilincseket vagy valamit. Vannak saját bilincseink. Lassabban, János, lassabban! Jó, álljunk meg 70-re! Ne félre, 70-re! Hát nem is így értettük. Ki vezet? Én vezetek, írta azt, hogy macska van előttem. Bocsánat. Tényleg kell az a drogteszt, János. Nem kell semmi drogteszt, de megcsinálom azért. Hát valami nagyon megbobonázhatta. Lehet beszívott valami sivatagi port. Lehet, lehet. Eléggé sokat volt mostanában vizéken. Úgy vagy át mindenkel lesz az ödése, mintha kék villogók lenne. Tudják, vagy ismerik ezeket az autókat? Ügyvéd úr, ha végeztük, akkor mindenféleképpen tegye le a fegyverétlenben. Természetesen jó, de mindenképpen rendben, ha megtámadnak minket, a protokoll szerint fogunk eljárni. Padlógáz előre. Nyugta, főnök. A fegyverbe van készítve mindenkinek?
nagyon beszédesek ma. Válaszoljatok! Igen, be van. Nyugtasztok, van nálunk fegyver, igen. Ebben is van készítve? Igen, igen. Hát benne mentek Jánosz. Itt vagyunk, már meg is jöttünk. Tényleg nem józan szerintem. Na, szerintem se. Ne, ebben mindenki biztosítsa a területet. Ügyvédül itt van a kocsitnál, Feri, oda mész a bejárathoz. Bálint, te kíséled a csomagot. Nem. Én pedig mindenhol leszek. Melyik bejárathoz fogom? Ide, csak a kapuhoz. Feli? Igen. Ha megfordulsz, akkor többet lát. Úgy tökéletes lesz. Istenem. Meg is van oldva, főnök. Nagyon sikeresen szuper. Átadtuk az egészet. Ők most már tudni fogják, hogy hova fogják rejteni. Én most már biztonságban szép vagyunk. Szép munka, János. Szép munka, János. Igyekszem, köszönöm szépen. Azért egy ilyen ügyet megoldani, nem semmi. Eljutott a csomag a címzetnek. Egyébként szeretném, nem egy ilyen ruhás alak átkozott meg téged tegnap? De... Az a baj, ez a szerzetes ruhát, tehát ők itt vannak, itt élnek, itt kapirgáltak, mint a tyúkok. Ők itt dolgoznak, csak tegnap aludtak, mondták, meg ima órájuk volt. Azt mikor ilyen ima órájuk van, meg napjuk, ilyenkor nem nagyon szoktak kimászkálni. Meg ilyenkor ugyebár bőjt van. De bőjtőnek a húsvét előtt. Nagyon jó, akkor induljunk. Rendben. Jön, professzor. Megyek. Nekem ez egy kicsit gyanús. Micsoda?
Hát, hogy csak egy ember jött ki, meg hogy ilyen hamar le lehetett vezetni az egészet, nem tudom, ez olyan érdekes nekem. Menjek előre! Na, nem kell, csak megnézek valamit. Ó, bazd meg. Jaha. Á, mindegy, gyere, menjünk. Geci. Persze. A fegyverengedélyt esetleg a cég támogatja-e? Hát igen. Esetleg visszajöttünk az irodába, tudna nekem akkor anyagi biztosítást adni, hogy... Természetesen. Hát, találjuk. Látta az SMS-t, amit küldtem? Természetesen, azért is mondtam. Ennyire nem kell gyorsan. Igen, igen, kicsit, kicsit. Hát, hogy mit? Ja, hogy beindítottam az autót? Igen. Véletlen volt. Szia, Isaac! Szia! Jó munkák! Há? Minden rendben van. Nagyszerű. És veled? Kávézgatok. Na, hol kávézgat? Hát, itt a kedvenc helyemen. Tudod, hogy hol van? Nem. A Szal András meg a Pécsitió sarkán. Tudod, merre van? Igen, igen. A Szal András meg a Pécsitió sarkán van. Igen, van ott egy csuklászda, nem? Tehát itt tudod, de persze kérdességet én csak kávézok. Igen. És te mit csináltok? A szállítmányt, a fegyveret, a rendőrségtől. Jaj, tényleg jut eszembe. Itt az igazolás átküldöm, ha ne hagyj Isten ellenőrzésed, tehát egy pillanat is küldöm, jó? De milyen igazolás?
Hát Ha hoppá. Faszom, ki van, nem működik a fék. Ja, igen, ezt említettem magának, hogy annyira nem jó ezen az autón. Merre vagytok főnök? Szia! A irodában. Megkaptad? Ja. Már valamit rosszalkodik a telefonon. Ez milyen... mi ez? Tehát kivonat a tranzakcióról az alfa visszaigénylés. Mit látsz? Hát... egy kártyás vásárlásra... Jó, az nem az... az töröld, az nem... minden küldöm, akkor rosszat küldtem. Az irodában vagytok már? Igen, megkaptam. Igen. Na, a másikat azt töröld, az ennyien semmi. Jó, a technikai számlán. De ez csak egy ilyen... demo? Érted, van is, igen. Az egy demo. Próbálgattam itt. Mert hát az ennyi pénz az nagyon sok. Nagyon sok tennem. Na most mondod el, és akkor érted. Ha ennyi pénzzel valaki érted. Nem egy izével járna egy Mercedes-szel, meg leasinget teszt a rózával az ember, nem? Igen, de azért te is vennél mondjuk, itt a gazdag legyet egy házat, meg ilyen luxus Mercedes-eket, ha ennyi pénzzel lenne. Nem megyed el senki? Ugye, visszahívlak nem sokára. Sőt, ha gondolod, gyere be az irodába. Ja, csak megiszom a kávét. Gyerben, siess azért. De mert hogyha nem jövök el minden nap, akkor azt hiszik, hogy valami baj történt velem. Ja, igen. Te vagy azt a kávézós bácsi. Igen. Szia. Gyerben, siessé, szia. Szeretnék beszélni mindenkivel. Úgyhogy gyertek, légy szíves. Feri? Ferenc, de most jól láttam, hogy ráhamoztál. Jól láttam, hogy a jelentésre hamoztál, Feri. A jelentéseimre ráhamoztál? Pedig kurvára azt láttam, most is. Neked aztán jó mostakről van a... hát ez hallatlan. Inkább eltapom. Egy kicsit sem szégyellettem magadat? De főnök, nem hamusztam rá, de azért lesöpről. Nem látod, ott van rajta hamu. Oda hamusztál itt mindenki előtt. Neked semmi sem szent. Hát ezt én is láttam egyébként, de hát azért... Semmi baja se lehet. Bocsánat. Na hát nem, hát ott van egy... Új, hát makkon félet, ez egy lyuk rajta. Ráülök és úgy letörlök. És a cipődet meg... Te hol érzed magad? Hol érzed magad? Bocsánat. A székemben nem akarsz beülni és feltenni a lábad az asztalomra esetleg? Nem. Én meg már majdnem előrébb tettelek. Kapd össze magadat! Rendben. Főnök úr, nagyon szépen köszönöm egyébként a segítséget. Hát nagyon szívesen, majd beszélünk erről is, ahogy megjön az álszek. Addig bemegyek az irodámba, szívjatok el egy cigit. Ha bejött az álszek, gyertek be az irodába, jó? Rendben. Addig Ferenc, befáradnál az irodámba? Jó.
hát... Hú! Micsoda nap! Óriási előrelépés a gyavozóiroda életében, hogy a rendőrség elismerte őket annyira, hogy rendőrségi fegyvereket kapjanak. Azért ez nem semmi. Ez az én asztalom. Ez nem a lehem. Józsi. Itt mi a helyzet? Gyertek be! Hát egy kis eligazítás lesz. Jaj, muszáj inkább. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon hajó, ne figyelj be! Ezt nem tudok beszélni. Jaj, üdvözlettem. Az a szakállas. Mi van vele? Hát így beszélnek vele, hogy sajajajajaj. Azt meg ugyanezt mondja. Hogy mi biztos, hogy ügyvéd? Persze. De nem bírom a beszédhibásokat. Nem beszédhibás, ez a saját nyelve. De nem artikulál. Tudod, nem csak ez a nyelv van. Sziasztok! Tiszteletünk. Na, salom. Amiért behívtalak titeket, az annak köszönhető, hogy nagyon büszke vagyok mindenkire. Kivéve a felüle. De azt majd később. De szóval, János, szeretnék gratulálni neked a megoldott ügyekhez. Ez egy igazán nagy dolog nekünk az iroda életébe, hiszen jelenleg a te ügyeiddel ékeskedhetünk. Úgyhogy köszönöm szépen. Nem maradtam valamiről? Igen, majd leszállítottuk sikeresen a aranycsikót. Na, mennyi pénzünk van belőle? Ez sem ennyi. Ez egy non-profit vállalkozás. Uh-huh. Szóval gratulálok, János. Azt hiszem már előléptettelek, ugye? Isaac. Gratulálok, János. János? Ah. János? Azért nem semmi. Nem találja a szavakat, Józsi. Tudom, milyen ez rengeteg számoltam ilyen helyzetben az OFOB-nél, de amikor kitüntettek a hónap értékesítőjének, én se tudtam sokszor megragadni a szót, nem találtam a szavakat, szerintem a Jánosunkkal is ez van, megilletődött. Szerintem menjünk tovább, ilyenkor jobb, hogyha nem foglalkozunk, hanem igazából ilyen szótlan ilyen gondnak. Rendben. Bálint, ma beszéltünk ugye arról, hogy mivel te vagy a helyettes, ugye? Igen. A helyettes főnök, vezérigazgató, kapitány, ezért szeretnélek megbízni azzal a feladattal, hogy szervezz be embereket, aztán döntsd el, hogy ki a jó és ki a nem. Ezt ki tudnál fejteni? Igen, emberekre van szükségünk. Itt dolgozó nyomozókra. Bálint. Mindenféleképpen ráállok az ügyre. Lent. Ez az eltökértséget akarom hallani mindenkitől. Egyesével mindenki egyre eltökért. Szép volt, Bálint! Köszönöm.
Ügyvédúrba meg volt az első éles akciója. Milyen érzés volt? Számomra egy kicsit izgalmas volt. Sose fogtam még úgy a lőfegyvert. És csak egyen vele senkinek, mert még nincs engedélye. Természetesen. A megbeszélés után fogom elrendezni papírokat, hogy én is be tudjak állni. Ügyvéd, ugye most jelenleg ügyvédként vagyok itt, de szeretném az állományt erősíteni nyomozóként is. Zsidó nyomozót még nem nagyon láttam, úgyhogy a beépülésem szerintem maximálisan professzionális lesz, hogyha lehet ilyet mondani. Aztán idővel meglátjuk. Hát de jól tudom egyébként, hogy hát Izraelnek van egyébként egy különleges titkosszolgálata. Tehát csak vannak ilyen titkosok. Tehát ha titkos, akkor nem tudhatunk róla, nem? Hát annyira titkosok, én már nem is emlékszem a nevükre. Tehát a titkosszolgálat, akkor arról nem tudhatunk. Hiszen az titkos. A titkosról nem tud senki. Hát azért mondom, nem tudom a nevüket se. De akkor a létezését se tudhatja. A titkos valami. Hát az a baj, hogy volt szerencsém találkozni velük Egyiptomba. Akkor ez már nem titkos. Úristen. Igazi Mossad ügynökökkel? Az a Mossadokkal, igen. Mossadosokkal. Tehát azok nem a tengerben élnek? Nem Mossadok. Hát azt Mossad. Tudom, hogy Mossad, igen. Hát csak több eszemben Mossadok. Igen, örülök, hogy megtaláltad a szavakat, János. Elég sokat beszéltem hozzád. Igen. Nagyon jól mondja Bálint, nagyon jól mondja. Ilyen emberekre van szükség. Igen, én csak tovább. Szóval visszatérve, Pedro, milyen beépülésre gondolt? Hát én úgy gondoltam, vagyis én azt hittem, hát egy nyomozó azért általában beépül, és azt hittem erről szól a nyomozás, hogy hát a beépülésről, információgyűjtés, hasonló dolgok. Találjuk meg, hajlandó lenne leborotválni a szakállát is? Természetesen az ügy érdekében mindent is. Minden lesz, hát szóval. Ezt szeretem. Ugye Józsi? Igen. Hát nem feltétlen a beépülés a fő célunk, de lehet, hogy lesz olyan. Hát ő úgy válogatja. Szóval, mint mondtam, ma megkaptuk a rendőrségtől a szolgálati fegyvereinket. Egy-két dolgot ezzel kapcsolatban elmondanék. Ezek mind egyéni sorozatszámmal ellátott lőfegyverek. Aki ilyen lőfegyverekkel, jád Isten, kereskedik, vagy esetleg ellabolja ezt egy lendőrtől. Hát, igazából, ha jól tudom, akkor azonnali halálbüntetés vár rá. Halálbüntetés? Igen, halálbüntetés. Én azt is hallottam, hogy van rajta egy úr nagyobbat érzékelő, és hogyha illetékelek kézbe kerül, akkor felrobban. De igaz ez? Lehet. Ajaj. Hát mondjuk nem semmi. Hát ugye ez vonatkozik a sokkolóra. Illetve ezt a szomorú hírt is kell közölnöm. Az állomány tagjának, mint a gazdaságért felelős tanácsadó osztályvezető igazgató helyettes, azaz én, a feladagot csökkentenünk kell. Jelen pillanatban nem tudjuk kitermelni azt a tápanyagot, amit magunk elfogyasztanak. Igen. De jó lenne, hogyha helyesállnék, hogy kevesebbet fognak ott nem fognak. Persze. Így lesz. Az enyémet is. Nem, József magának megmarad a fejadagja, mert valakinek gondolkodni is kell. Rendben. De nincs cukor, akkor nem nincsenek gondolatok. Majd visszahívlak. Már csak nyugodtan felelsz, kimenjek? Nem, csak de nem hagyom. Igen, Ferenc, tudni akarom, ez magánhívás volt? A Frigyes hívott, hogy te rohadt állat, és mondtam neki, majd visszahívom.
Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. Ferenc ma otthon hagyta az igazolványát, úgy látom János maga van, is. Nálam van. Itt van nálam az igazolvány. Akaszt fel a nyakadba. De hogy az az igazolvány, olyanom nincs. Akasztó nincs nálam most, bocsánat. De tegnap elvittelek, még vettél. Tudja, hogy hol lehet beszerezni, vannak ele boltok. Az igazolványt meg bele lehet dugni. Szeretném, igen, hogy mindenki holdaná. Hát jó, rendben. Mindenféleképpen. Ezután egyből oda megyek, főnök. Legalábbis nem mindig minden esetben, de ha dolgoztok, akkor legyen a nyakatokba. Ezzel mutatjátok esetleg a civil lakosságnak, hogy nyomozók vagytok. Rám benn, nyugtáztok. Így van. Lentben. Szóval még egyszer gratulálok mindenkinek, János, neked is. Örülök, hogy ékeskedhetünk a megoldott ügyeiddel. Jelenleg ennyink van, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon gratulálok. Azt hiszem, már megkaptad az előléptetésedet, ugye? Igen. Hát úgy néz ki, hogy megoldásra kerül egy másik ügy is lassan. De ott még kemény nyomoznom bőven. Úristen János fotószalagon szállítja a dolgokat. Ha valamire szükséged van, akkor nyugodtan kér segítséget a kollégáktól, tőlem, ISEC-től. Persze, mindenféleképpen. Tőlem csak akkor, hogyha nem ilyen ásatás, mert az elmúlt időszakban kiutott nekem ebben a jóból, úgyhogy azt inkább nem fognék ásolt a kezembe. Hát azt én intézem az ilyen feltárásokat. Jó. És van is, hogy hova kell fordulnom. De a legjobb egyébként, hogy két ügyem is van, és hát egy szem, ami összeköti őket. És ez úgy összefújta a szélre, annak ennek rendje. Lentben van. Hát akkor egyével zárnám a mai napot. További jó munkát és jó éjszakát, kollégák! Jó, ahogy visszám. Voltam én is ilyen helyzetben. De amikor bekerültem a centerhez. Igen. Igen. Rá fog menni az életed, Józsi. Elmentem a kórházba, drogtesztet. Már nem ismered még annyira, mert nem sok minden tudok róla, de azt látom, hogy a munkádért mindenre képes vagy. És már látom, igen, a szarkalábokat a szemedben. És így? Hát... Így annyira nem. Akkor lehet csak a lányokra nagyítottak ki, nem? Lehet. Szóval, Józsi... Figyelj oda magadra. Nekem úgy mondta a Timi, meg az Anti, meg a többiek nélkül, nem sok minden maradt az életben. Értem. Na most te... Menj bel az angyal, úgy jöttél nekem, Józsi. Hát és képzeldem, azt mondták a mentősök, hogy lehet, hogy magas a vérnyomásom, és hogy egyes típusú cukorbetegségem van. Hát, sok munka miatt. Gondolod? Igen. Jobban oda kell figyelned magadra, Józsi. Lentben. Lehet a szőnyegen alszok, akkor nem a székben. Mondjuk igen. Tart egy jó volt, majd max szírunk valami papírt, aztán ha mégis igaz lenne ez a egyes tipikusi betegséged, akkor én viszem tovább azt, amit te elkezdtél itt. Lentben. Tudom, hogy számíthatok rád, ISEC. Igen.
Én is tudom, hogy számíthatok rá, Józsi. Úgyhogy igazán sokat jelent nekem ez, mikor az embert így leírják és megszegyedítik a íróságon is. És van egy ember, aki elhiszi, amit mondok, és megbízik benne. Te is ezt érzel, hogy egyszerűen nincsenek titkaink egymás előtt. Ezt első pillanattól fogva, amikor a szemedbe néztem, rögtön tudtam, hogy itt többről van szó, mint egy munkakapcsolat. Igen. Az én a tiszta tekintet, ami egy... visszatekintett rám, igen. A szemüvegemből, az én voltam. Igen. És rögtön tudtam, hogy itt aztán bifokális lencsével van dolgom. Igen, a legerősebbá. De szóval, tudom, jó helyen vagyok, jó időben. Még sokra vihetjük Józsi együtt. Többet kellene beszélnünk. Hát igen, lehet, hogy itt kéne inkább kávésznod. Igen. Na, mindegy, egyszer majd megnyészelődtelen. Tudom, olyan vagy, mint egy hagyma. Egyesével kell lefejtegetni a rétegeket rólad, hogy igazán meglássam azt, amit a belsőd takar. Hát ezt még én se tudom. Nem nagyon voltak barátai. Ilyen jó nagy hagyma. Tehát az attól az a nagyon nagy. Igen, egy az a kétkezes. Baszomjuk öklöpni. Igen. Na mindegy, én itt leszek veled, megosztom, amin van, ugyanezt várok tőled is, Józsi. Ez csak természetes szászek. Hiszen közös a célunk. Jobbá tenni ezt a világot, és az igazságtalanság ellen küzdeni. Az ez ügyvéd úr végig itt volt? Természetesen, csak nem akartam a szavukba vágni. Csak te maga tud akkor magyarul, nem? Hát tudok magyarul. Az lenne a kérdésem, József, hogy akkor a keszefjúról től elkérhetném? Mondom, hogy nem tudom, hogy most miért nem magyarul beszél? Nálunk a keszefjúró az a pénz euró. Ásak van nálad 2000? Mire? Fegyverengedélyt kell megcsináltatnia. Már nézek a zsebembe. Tudod, ez CD van nálam. Kétezer? Igen. Tehát nincsen kedvezmény ügyvédeknek? Hát ez egy... Hogy hívják magát? Dr. Abraham Ismail Jafet. Ábri, jó? Túl hosszú nekem ez a ifi-afi. De szóval... lehet Dr. Jafet is, vagy Dr. Abraham. Dr. Jafi. Dr. Jafet. Figyelj ide, biztos magának kell fegyver. Én úgy látom, hogy magának inkább az esze a fegyvere, nem? Hát nincs megszabva, hogy egy ember milyen munkát végezhet, ha van rá prioritása, és van benne egy kis affinitás, akkor szerintem... Hogy az bármi? Bocsánat, csak szólni akartam, hogy milyen mentünk jelentést írni. Megben van. Befejezzük az orosz aktát. Nem akarom bántani. További szép estét kívánok. Neked is. Köszönöm. Oda kell figyelni az izomzatra, a testmozgásra. Nézze meg Józsit. Látja, ő megbírja. Maga hogy tud el meg? Még én sem bírom. Említettem a Józsefnek, hogy... akkor átült vissza. Valóban, említettem a Józsefnek, hogy ő elég feszesen ki van pattintva. Természetesen igyekszem az a nyomában érni és eljárni, hogyha meg lesz a fegyverengedélye. Mennyi idős Jafi úr maga? 65 éves vagyok. Mennyi? 65 éves vagyok. Mennyi? 65 éves. 65.
Figyelj már, Józsi. Egy pillanatja a fiúr, egy pillanat. Kibánál egy picit ügyvéd búr. Igen. Ott arra is ott az van. Józsi, mint a pénzügyi tanácsadót, két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Rögtön ezt az embert be kell biztosítani, mert ez bármikor, ez már 65 éves, jó? A cég kössön egy biztosítást. Kettő, szerinted mennyire érdemes belefetszolni ennyi pénzt egy 65 évesbe? Hát nem tudom. Én nem tudtam, hogy 65 év, azt nem néz ki 65-nek. A megtérülés az vagy nagyon jónak kell lennie, vagy nehezen érjön meg. És én, tudod, bocsánat, a számok ezt mutatják a statisztikai alapon, nagyon nehéz belőle is sajtolni bármit is. Lágyban van, te bírtad? Kérdezzük, ha tőlebben van nyugdíjas igazolványa, de akkor viszont nem kell utána fizetni annyi járulékot. Lágyban, ne hívd be! Jaffi úr, jöjjön be, kérem! Na, Jaffi úr, maga már nyugdíjas? Még nem vagyok nyugdíjas. Nincsen még? 65 évesen még nem akar elmenni nyugdíjba? Hát, úgy gondolom, még bírom az iramot, eddig még dolgoznék. Én elmennék nyugdíjba. És üljek otthon, nézem a tévét? Nem, dolgozhat utána is, csak nekünk anyagilag jobban megéri, mert kevesebb a járulék. Hát, csak elmenni nyugdíjba? Ja, igen, mondjuk el kell menni a nem tudom, mint szerintem a jelző intézi egy nyugdíjas kártyát, vagy minek hívják azt kiváltani. Megmondom az őszintét, én nem szeretnék elmenni nyugdíjba, bizonyítani szeretnék, hogy akár még egy fiatalt is odaverek. Azért szeretnék mindenképpen bizonyítani, mert valószínűleg van tapasztalatom a nagyon sok dologban is. Akkoraté valak már lehetett. Az mindig jó szerintem. De csak az én véleményem. De sértődjön meg, ez nem érzelmi alapú, ez pénzügyi alapú. Hoztán meg ezt a döntést, hogy nyugdíjazza le magát, és utána dolgozhat ugyanúgy, csak nekünk kéri meg jobban, ha van nyugdíjas igazolvány. Érti? Tolcsóban tud utazni, a vonaton, a buszon. Hát ha maguk úgy döntenek, én természetesen elfogadom, mivel önök a munkáltatóim, ezért igazából nem sok beleszólásom van, de természetesen igen. Azért már kiáll magára. Kapja a nyugdíjat, meg a fizetést, meg is vagyunk, nem? Dolgozhat. Szerintem tökéletes. Viszont én most már lefekszek. Jó, már megyünk, akkor mit? Jajon, jó éjszakát. Létre út, József, jó éjszakát. No. Hú, basszus, megyek a faszomba, nagyon álmos vagyok. Köszi, hogy itt voltatok. Köszi a donéteket, a szubokat, a biteket. Holnap találkozunk. És... most nézem, nem is vagyunk sokan, úgyhogy nem rédelek, menjetek. Menjetek, szabadok vagytok. Úgyhogy jó hét, holnap találkozunk szokásos időben, szevasztok és köszi szépen mindent. Csubika! Yo! If you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real.
Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals and the gem man put out the macros fill. And arrive at a ting on my waist, that's casual. If two men hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral. In the back of the 125, I'ma jack your creps, I'm a real shoe vandal. And if you're in need of a ride, then your broadcast better be calling up Abdul. And if I'm capping this unnatural, they know all that I speak is factual. 2 3 5s of the haze, that's cookie rolled in a suit. I don't need no backwards jump to the whips.